Sziasztok! Ez egy filmbarátok külön kiadás, hárman fogunk beszélgetni. Az egyik résztvevőnk Amy, a Rémrendes Család külön kiadásból. Sziasztok! És itt van velünk Shirin, most már gyakori résztvevője a sorozatos külön kiadásainknak. Sziasztok! Na, hát a mai témánk az egy olyan téma lesz, aminél nem lesz negyedik részvezető, ugyanis Freddy az nem igazán van benne a sorozatban, és így passzolta, és az egészet ránk ruházta a teljes hatalmat, úgyhogy ki fogjuk élni magunkat úgy, amennyire csak bírjuk. Szintognak az egerek. Dance party, igen? Ez az. Na, hát a mai témánk az nem más, mint a Dexter című Showtime sorozat, nem pedig a rajzfilm sorozat, ahogy sokan azonosítják. Nem a rajzfilm? Ó, bassza meg. Hát akkor én most lerakom a telefon. Félre készültél, Shirin? Igen. Na hát, semmi probléma. Hát a Dexter szerintem úgy elég sokan ismertik akár hazánkban is, mivel már Magyarországon is fut, nem is tudom, talán a 7. évad vagy a 6. évad a Viasat 3-ban szinkronosan. Én magam is szinkronosan láttam. És hát Amerikában is azért eléggé komoly popkulturális jelenség lett belőle. Aztán mivel mi meghajlunk a népakaratára, ezért a rengeteg kérésnek eleget téve végül is elkészítjük nektek ezt a kis kibeszélőt. Na, hát kezdésnek mondjuk ezt, hogy mi fogott meg ebben a sorozatban, miért szerettük, miért maradtunk ott előtte több 8 évadon keresztül, hogyha már fogalmazhatok így. Amy? Húha, én kezdjem? Igen. Egy lány. Hát jó. Igazából egy barátnőm ajánlása alapján kezdtem el nézni. Azt kell arról az időszakomról tudni, hogy én pszichológiát tanultam. És akkor azonnal, úristen, nekem ezt meg kell nézni, mert hogy egy pszichopatáról van szó, egy sorozatgyilkos, és nekem mennyire fog tetszeni, mert tuti bele fogok szerelmesedni a Dexterbe, meg ilyenek. Elkezdtem nézni, én vonakodva, hogy most tényleg egy újabb pszichopata, akit szeretni fogunk, így a Hannibal, meg mindenki után, és igen, egy újabb pszichopata, akit paromira meg tudtam kedvelni. Fogalmam sincs igazából, hogy miért, hasonlóképpen szerintem az összes más pszichopata filmekkel, sorozatokkal együtt. Elkezdtem nézni, és ott vagyunk, hogy 8 éven át figyelve, 8 évadon át figyeltem. Igazából ennyi az, hogy mégiscsak egy gyilkosról van szó, és valahogy mégis egy szerethető karakter, és izgulsz érte, és úristen, neked kell ez a Dexter, akár mint barát, akár mint valaki, aki legyen ott melletted, mintha Debraként, nem tudom, képzeltem el magam sokszor. Itt a kis bátyókád. Igen, olyan volt. Ez mindig így pókemberre azonosított, ez a barátságos és közkedvelt sorozatgyilkos. Igen. Igazából. Te, Shirin? Hát, igazság szerint én azért kedveltem meg a sorozatot, mert ilyen közízlést töltött meg szerintem azzal, hogy mi van, hogyha megöldössük így a gonoszokat, hanem mindenféle bűnözőt, meg gyilkost. És igazság szerint ezt egy olyan szempontból, amit én eddig nem láttam sehol, szóval magának egy sorozatgyilkosnak a szempontjából nem egy ilyen valamilyen detektív, aki a jóért küzd, hanem egyszerűen csak azért, hogy a belső vágyait ezzel tudja elnyomni, és ez nekem nagyon érdekelt, mert mondom, ilyesmivel nem találkoztam sehol. Annak ellenére, hogy volt már szerencsém olyan filmes sorozathoz, ahol ugyanezt próbálták boncolgatni, ugye, hogy mi van, hogyha megoldassuk azokat, akik gonoszok, de ez a Dexter ez egy teljesen új rálátást próbált erre behozni, és nekem ez nagyon megtetszett, és azért néztem végig, mert azt vártam, hogy mikor kapják el. Igen. Na hát erre azért egy párszor majdnem sor került az évadok során, majd hogyha végigvesszük őket, akkor mindenképpen kitérünk erre, ezekre. Vagy ez a Dexter, ez tényleg amúgy nagyon jól megfogalmaztátok, hogy egy olyan szempontból mutat be egy világot, egy amúgy is ismeretlen világot, ugye persze látunk már nyomozó sorozat, rendőrségi munkát, de az, hogy maga az elkövető az ott van a rendőrök között, és az még hagyján, hogy ez nem egy gonosz ember, hanem ez egy teljesen üres, szinte mint egy porhüvely az egész, és ezzel próbálja kitölteni magát az ember, vagy maga Dexter karaktere, és ez szerintem elképesztően érdekes. Valami már, ugye hát az alapsztorit azt már ugye felvázoltam, hogy itt van nekünk egy sorozatgyilkos, rendőrségnél dolgozik, vérelemző, mondjuk én még ilyen munkáról sose hallottam, hogy ilyen vérnyom elemző, nem is hiszem, hogy ilyen képzés van. Nem is vérelemző, hanem vérnyom elemző, szóval, hogy a fröcsköket, mint hogy így, na, a kis pontokat vizsgálja a falon. Igen, szérna az egész tethelyet. De ilyen van egyébként, tényleg? Szerintem tudom.
Hát szerintem ez ilyen OK-i szakképzés, amit egy ember végez kávé évente. Szóval számomra ilyen felfoghatatlan. Egybe van a laborossal, szóval nincs külön vérnyomelemző, hanem aki már így a laboros, meg a nem tudom valaki. Hát inkább ilyen konzultáns szerintem amúgy, mint amilyen Hát vagy maga a helyszínelők csinálják ezt, szóval a helyszínelőknek szerintem benne van az OK tanfolyamukban, hogy, hogy kell, van külön olyan oktatás, hogy a vércseppek, ahogy elestek a földön, arra ment, vagy hogy volt. De nem tudom képzelni amúgy ezt, hogy bevegy a rendőrségre, és akkor hello, én így vért akarok elemezni, és így mi van? Vérfoltokat akarok elemezni. És akkor valaki így bemondja, és akkor mit szeretné igazából itt csinálni? Hát ugye kimennék a helyszínre, ott megnézegetném, lefotóznám, visszajönnék a rendőrösre, fognék egy nagy fehér szobát, beleraknék a közepébe egy fejet tele vérrel, és szétütném egy izével. Mit tudom én, egy késsel. Hogy szimuláljam, ami ott történt. És így ülnek, és akkor fel vagy véve. Igen. Egész nap vérfoltokat akarok nézegetni, te vagy a mi emberünk. De hogy nem tudom elképzelni, hogy ez egyáltalán így hogy alakulhatott ki. Egy ilyen Dexter Origins-t azért megnéztem volna, hogy mégis hogy jutottak el idáig. De nyilván ilyen szakértő. Előtt eszembe, nem akarok nagyon témát váltani, de volt egy ilyen kezdeményezés, hogy Dexter a korai vágások. Bár már ott már a rendőrségnél dolgozott, és ez egy mese volt, amit az a régi Dexter laboratóriumos feelingbe csináltak meg. Nagyon-nagyon abszurd az egész, hogy ez a gyerekkori kis Dexter laboratóriumban kiabál a Dexter, hogy ugyanolyan mesefiguraként, hogy fú, most akkor itt megölöm, meg nem ölöm, meg a Debra rájön, bemegy a szobába, elkezd ott ugrálni jobbra-balra, mint a Didi a mesébe. Na mindegy, úgyhogy volt egy ilyen kedvényezés. De igazság szerint ez a sorozat nézése közben abszolút nem zavart, például ez a ilyen vérnyomelemzős dolog, szóval akkor nem jött bennem, hogy ez mekkora hülyeség, hanem egyszerűen csak elvitt a sodrásával a sorozat. Hát igen, mert az egész sorozatnak volt egy ilyen nagyon berántó hangulata, tehát így sokan mondják, hogy beteg, meg sötét, meg rotex, szerintem inkább ez morbid. Hogy az egész sorozatnak a hangulata. Most néztem meg amúgy a legelső részt, mielőtt elkezdtük a felvételt, már csak így kíváncsiságból is, és rögtön belecsap a közepébe, szóval rögtön úgy kezdünk, hogy amúgy én Dexter vagyok, embereket ölök, és ez a munkám. Mm-hmm. És így azonnal beránt abba, hogy ez egy ilyen sötét világ lesz, ez egy ilyen sötét sorozat lesz, ha nem tetszik, akkor sorry, ez van. Azonnal megmutatja, hogy ki ő igazából, szóval nincs az, hogy na, akkor picit ilyen sejtelmesen, fú, ki lehet ez a Dexter, vagy miről fog szólni ez a sorozat. Nem, búm, így bele az arcodba, a sorozatgyilkos vagyok. Tehát ez szuper amúgy. Tehát nagyon jó volt az egésznek a felütése, hogy megismertük, hogy így látunk így a tethely mellett egy kurvát arra, hogy kiderül, hogy ő amúgy rendőr, a Dexternek a húga, ugye a Debra. Na hát igen, Dexternek van egy kis hugicája is, aki igazából hát egy ilyen nagypofájú rendőr, akkor még rendőr volt, nem volt nyomozó. Igen. Járőr? Valami olyasmi, ilyen közúti rendőr, vagy nem tudom, hogy az volt, aztán került át a gyilkosságiakhoz. Csak hogy ennek az egész sorozat gyilkosságnak ugye van egy kis előzménye, nem is tudom, az első részben már felvezetik, hogy végül is mi történt a Dexterrel. Tehát, vagy lehet, hogy az évad folyamán mindegy, spoileresen beszélünk, szóval a Dexternek kicsi gyerekkorában így az édesanyját feldarabolták láncfűrészre egy ilyen hajó konténerbe, és hát így úszott belegsegekbe minden, és megjelent a rendőrség, és feltűnt ott egy Harry nevű rendőr is, Harry Morgan nevű rendőr, aki hát végül is így elkezdte így pátyolgatni a gyereket, aztán végül is magához vette, örökbe fogadta ezt a Dextert, és hát látta, hogy van a gyereknek egy kis beütése, tehát így teljesen lezárt a külvilágtól, semmilyen érzelmi megnyilvánulása nem volt képes, és hát ezzel szembesült folyamatosan, hogy a gyereknek vannak ilyen furcsa hajlamai. Hát meg hát halott állatokat talált a kertbe elásva, szóval ez hát igen, egy kicsit így megmutatta. Kutyuskákat mészárolt le, meg cicuskákat, aztán hát kicsit fura volt neki, aztán végül is hát létrehozott neki egy úgynevezett kódot. Ez a Harry's kód, ez a Harry Codex. Azért hozzá kell tenni, hogy nem a legnagyobb szíve jóságából fogadta be Harry, hanem mert ugye az anyjával, akit földaraboltak, azzal kettyingetett, és volt benne egy kis
ilyen... félsz. Hát, igen, igen. Félig, meddig az övé is lehet. Hát igen. Igen, ez még nem is tudom, a harmadik évadban derült ki talán. Szerintem már az elején. Nem, igaz, szerintem a másodikban sem, mert a másodikban más rokonra derült fény. Nem, hát a más rokon ott nem volt, ott az elsőben volt a más rokon. Ja, igen, igen, ez az elsőben volt, bocsi. Na, de hát, hát akkor folytassuk, hát ugye már ismerik az alapsztorit, rendőrség, sorozatgyilkos, minden, és hát ugye ennek a Dexter hát nem csak egy sima sorozatgyilkos, hanem neki vannak ilyen különböző rituáléi. Ugye, hogy fel kell mérni a különböző embereket, és hogyha valaki mondjuk a rendőrségi igazságszolgáltatást megúszza, elmenekül, akkor a Dexter utána a nyomába ered, és hát ilyen jóval közvetettebb bizonyítékok alapján megfigyeli, és hogyha kiderül, hogy tényleg bűnös az ember, akkor elkapja a lónyugtatót bele, lefóliázza, leszúrja, vért vesz tőle, elteszi a trófeát, feldarabolja, és kidobja a tengerbe. És mindig igen. Ez a procedúra megy előre, és mindig ugye ezt már Sirin mondta az előző na, előbeszélgetésben, ez a Tonight's the Night, eljött az éjszaka, minden, és akkor mészárlás lesz, kőkön nem marad. És hát igazából ez volt az alapsztori. Az első évadban egyből találkoztunk egy sorozatgyilkossal, aki rengeteg darabba szétszette az embereit, aztán papírba becsomagolta őket, ilyen, mint a postai küldeményeket kb. És a kezüket vitte talán? Vagy nem is tudom. Nem igazán vitte le először testét, szóval mindig feldarabolva ott hagyta őket, vagy egy picit mindig változtatott, csak a kezét hagyta ott, az egész testet ott hagyta, a fejet elvitte, meg így, szóval volt, hogy megdobta a Dexter-t egy fejjel. Ja, igen, meg a hűtőkocsis gyilkos nevet, ugye, hát ezen a néven futott. Meg ott hagyott egy szétdarabolt Barbie-t a Dexter hűtőjébe. Hát azt meddig nézegette basszus a Dexter? Kipestett körmök, meg ja. Ez mindig más csinált, próbált folyton üzengetni, csak hát nem mindig jöttünk rá, hogy mi az üzenet. Hát igen, mert az így az emberben azért így ott van benne végig a rejtés, oda akar figyelni, és ki akarja deríteni, hogy mi van benne, és ez tök okosan fel volt vezetve amúgy. És az évad végén jött a pofon, hogy a Debrának van egy új pasia, akinek igazából Brian az eredeti nem. Igen. És fú, Moser, igen, Moser, Brian Moser névvel látta meg a napvilágot, ami ugye Dexterre is hasonlóan igaz, ugyanis hogy Dexter Moserként született. Tehát ő volt a testvére, és ez szerintem egy tök jó kis fordulat volt. Jó, egy kicsit ilyen klisés, meg fura, nekem de így... tetszett, szerintem nem volt klisés, szóval ez a sorozatgyilkos vagyok, ja, és a tesóm is, az hú, keressük fel egymást, szóval ez olyan, mint az elveszett ikrek, mikor egymásra találnak szerint. Hát ez a family meeting igazából. Igen, csak néhány levágott testrésszel. Hát tök mindegy, ez egy ilyen sorozat, picit testrészek. Melyik családnak mint? Folyik a de tényleg ez a hello, én Brian vagyok, hello, Dexter, amúgy tesók vagyunk, fú, tök jó, gyilkoljunk együtt, nem, inkább megöllek. Nem tudom. Igen, ezt elég gyorsan lezongorázták amúgy, tehát de tényleg egy rész vagy két rész volt, azt hiszem ez, hogy most latolgatták, hogy mi legyen, hogy alakítsanak családot, vagy öljék meg egymást. Hát igen, és végül se Dexter hajlott is erre a dologra, csak hogy utána ugye Debra is belekerült a képbe, őt pedig, hát így az lett volna így vagy az első lépés, vagy éppen az utolsó, most ez nézőpont kérdése szerintem, hogy akkor öljék meg őt, és akkor Dexterbe föltámadt a férfi szellem, meg kell védeni a hugomat, és... A hugomat, igen. Szembeszállt vele, és hát végül is megölte. Ki kötözte az asztalhoz? Ha nem emlékszem rá. Debra ki volt, szerintem. Nem, a Brian. Persze, igen, Brian igen. Is. Brian ja, is kikötözte végül. Azt mondta neki, hogy oké, nem tudom, valahogy elkapta, és akkor végül is, mint a hűtőkocsis gyilkos minden tizét, ugye neki is még felrakta a képeket, akkor még rakott képeket, és akkor úgy. Ezt mi az hatodik évadig megtartotta ezt a jó szokását szerintem? Dexter, hogy így plakától. Szerintem már az ötödikbe se volt. Összefolynak már az évadok. Rumennel. Igen, nekem is egy kicsit, de azért nagy vízválasztó dolgok voltak az évadok között. Hát mindenképpen. Tehát ugye az első évadban végül is megvolt itt a nagy felfedezés, hogy Dexternek mégis volt egy testvére, meg a Debrával a kapcsolatát is egy kicsit jobban megismertük, hogy azért fontos neki, de úgy még ott a szeretetnél nem tartottunk. Tehát azt még annyira azért nem fejezték ki a dolgot. Igen. Megközben ugye folyamatosan, bocsi, hogy belevágok, hogy folyamatosan az volt, hogy most lebukik, vagy nem bukik, vagy hogy
hogy valaki mindig sejtette, hogy veled valami nem stimmel. Ugye az a... Fú, nem fog eszembe jutni. Dox. Az, úristen, igen. Azt folyton mondta, hogy én nem bírlak veled, valami nem stimmel, te elmebeteg vagy, te nem vagy normális, te miért vigyorogsz a helyszínen, meg ilyenek, ugye ő észrevette, hogy... Majd a második évadot tök jó volt, az volt a legjobb az, talán az egészben szerintem. Tehát amúgy még nem ejtettünk szót amúgy, hogy hát ugye a Dexternek van ez a kettős élete, az egyikben ugye a sorozatgyilkos, a másikban pedig hát egy gyermekes családanyával állt össze igazából, tehát párkapcsolatban él vele, mert hogy erre a Harry is bíztatta, hogy minél biztosabb az álca, annál hihetőbb vagy. És van neki volt neki egy barátnője végül is, ő igen. Volt a két gyerekkel, és hogy neki ez nagyon ideális volt, mert hogy őt nem többször megerőszakolta talán a börtönviselt férje, aki éppen börtönben volt akkor is, így a Dexter oda ment mellé, és akkor a hát drogos börtönviselt férje, igen, függő mm-hmm. volt, és azért erőszakolta, meg verte. Hát igen, és akkor hát ugye ez Dexternek előnyös volt, mert annyira komoly érzelmi kapcsolat meg nem alakult ki, mert hogy a szex még az nem játszott ugye akkor, mert a Ritának még eléggé negatív élményei voltak, még negatív hullámokat vert az a kis kapcsolata a férjével, és hát ezt is így egyengedték, bár talán az volt a legkevésbé érdekesebb része a sorozatnak, de azért rendesen kitértek rá. Aztán végül is hát jött a második évad, ahol ugye Shirin is mondta, hogy a legfontosabb dolog az egész sztoriban a lebukás. Itt szembesültünk először a lebukás veszélyével a sorozatban. Igen. Hogy megtalálják ugye ugye csak hát így a tengerbe dobálta be a testeket, és akkor végül is így ráragasztották a Bay Harbor Butcher nevető volt az öböl, milyen mész... Öböli mészáros. Magyarul nekem se jutott most eszembe, csak angolul. Azt hiszem a Bay Harbor-i gyilkos, vagy a Bay Harbor-i mészáros, vagy valami ilyesmi. Lehet. És hát ezzel indult ugye az egész évad első részbe, ott még volt egy kis bonyodalom, ez nagyon megmaradt, mert ugye az volt az első rész, amit feliratosan néztem, és hogy ott ugye elmenekült tőle egy pasi, és így az rész végére végül is elbírta kapni. És akkor utána nézte a tévét, és ott mutatták, hogy így hozzák fel így a sákokat a tenger alól. Tehát az a hú, igen. Kurva jól bebikázták az egész évadot szerintem. Igen, nagyon. És itt volt még nagyon erős az ilyen, minek is mondják ezt, social commentary, hogy a társadalom kritika, hogy ugye ott is előjött, hogy az emberek miután megtudták, hogy nem ártatlan embereket kezdtek el kihalászni, hanem ugye bűnözőket és gyilkosokat. Igen. Ezért nagyon sokan elkezdték a pártját fogni. Mm. És ebből is ugye volt konfrontáció, mármint a rendőrségen belül. Mm. Mm. Tehát ez inkább a Bay Harbor Butcher, ez egy ilyen hétköznapi szuperhőssé lépett elő igazából. Tehát ez a igen. De emberek végül is pártolták, de azért a rendőrség meg elég komoly erőkkel rányomult. És ugye itt került elő a Dogs. Ugye hát igazából uh-huh. úgy fővonalban, hogy végül is gyanította végig Dexternek, azért van valami kis tifie, és hát ebben az évadban született meg talán az egyik legemlékezetesebb, hát ez a surprise motherfucker Dogs ráromta Dexterre. Igen. Tehát az fenomenális volt, szerintem mai napig talán az egyik legerősebb jelenete a sorozatnak. Akkor azért megcsapott a szere annak, hogy a Dexter csak elkapják. És ugye ott el is fogta. Várj, ki fogott el kit? Dogs fogta el a Dextert? Hát szerintem csak próbálta. Hát nem, ott voltak valami mocsárnál, és akkor ott... Vagy lehet, hogy... Elfogta, csak hát közelharcban. Szerintem közelharcban volt az, hogy ilyen... Én úgy emlékszem, hogy verekedés folytán lett az, hogy végül is a lónyugtató győzött. Ja. Szóval gyorsabban be tudta adni valami ilyesmi volt, de kövezzetek meg, ha nem pontos, nem tudom. Nem. Vagy én sem vagyok vele annyira tisztában, de azt tudom, hogy végülis elmentek egy ilyen mocsáros részre, hogy oda elvitte talán Dexter a hajóját, hogy Dogs ne nézze meg, ne találja meg. Igen. Fú, de már több éve volt. Ott került sor egy kisebb konfrontációra, ahol végül is hát Dexter ott tulajdonképpen. És hát viszont nem ölte meg Dogsot, ami nagyon fontos. Hát nem, ez egy baleset volt. Igen. Mert ott csak leláncolta ott a kisházba, és vitte neki a kaját is, hogy életbe tartsa. Uh-huh. És igazából végül Dogs azért halt meg, mert ugye eközben mind ugye Dexternek bejött a másik élete, hogy ott falaznia kellett magáról, hogy lehet az, hogy ugye Ritának a volt férjét azt a börtönbe juttatta. Uh-huh.
és ott előjött ugye, hogy azzal falaszta magát, hogy ő is azt hiszem heroin addikt. És emiatt igen. El kellett kezdenie járni egy ilyen meetingekre, ahol hát ugye összefutott, igen, ahol ugye összefutott Lailával. Júj, az a nő. Aki mondhatjuk nem a legjobb oldalát hozta ki Dexternek, és hát végül Dox is neki köszönhette a halálát. Igen. Amikor rátalált Laira Doxra a kabinban. És... igen? Nem tudom, hogy a Laila robbantotta fel talán? Én úgy emlékszem, hogy igen. Mert ezt a Laila esetleg egy kicsit el is felejtettem, de most már egy beugrott. Elfelejtetted a Lailát? Amire nem szép emlék. Nem, hát akkor majd. Én nem bírtam azt a nőt amúgy. Nem senki. Nagyon idióta volt. De egy nagyon irritáló nő volt, de ő volt az egyik legerősebb női karakter a Dexter mellett. Mindenki addig mindenki egy ilyen gyenge, ilyen nőket választott maga mellett, mert hogy érzelemekre nem képes. Ez a nő meg csupa tűz volt, meg szenved, de olyan volt, mint egy kályhagyújtó. Úgy felrobbantotta a Dexterben mindent. Oké, nem túl szép, hogy gyilkolásra ösztönözte, de amúgy egy zseniális karakter volt szerintem, egy nagyon erős nő volt. Az egyértelmű mondjuk, hogy elég erős kontrasztban állt a többi, főleg ugye Ritával, aki ugye igazából csak egy gyenge sebezhető nő volt, aki végül is folyamatosan a támogatásra szorult, ő nem volt független. Viszont míg a Laila az pedig az azért elég komolyan fogta a Dextert, még talán a Dextert befolyásolta ő maga. Igen. Tehát még Dexter fölé is tudott kerekedni, ami pedig azért egy elég ritka dolog. Hát igen. Meg ő volt az egyetlen egy olyan nő, aki bármilyen vágyat, vagy érzelmi stimulációt tudott előhozni Dexterből, és nem az volt, hogy fú, most mit mondanak ilyenkor a normális emberek a párjuknak? Vagy nem ilyen párbeszéd, vagy monológ hallatszódott Dexterből, hogy amúgy most mit is kéne csinálnom, hanem ösztönösen jöttek ezek a dolgok, vagy amikor lefeküdtek, vagy bármi. Mm. És itt volt elő, ezt hiszem legjobban, hogy legalábbis a korai évadoknál, hogy ő sokszor ugye a fejében lévő apjával, aki állandóan beszélgetett, komoly ellentétbe volt. Igen. És sokszor ugye nem azt csinált, amit ugye elképzelte, hogy az apja mondana neki, hanem megpróbált talán, nem tudom, impulzusokra hallgatni. Hát szerintem ugye a Dexternek ez a, ugye mindig, amikor beszélgetett a Harryvel, az végig kísérte az egész sorozatot. Igen. Ő volt, szerintem a Dexter pszichésen már nem csak az én pszichopata volt, hanem volt benne egy minimális tudathasadás is. Tehát ugye alapból ezt a kettős életet nem lehetett volna csinálni így. Persze, hogy volt. Hogy a stabil elmével, hanem ez mindenképpen ő volt talán valahogy az emberi, nem is az emberi része, hanem amiről azt hitte, hogy az emberi. Tehát a Harry. Hát igen. Szerintem amúgy pont fordítva, pont most írtam föl a kis papíromra, hogy ne felejtsem el majd mondani, hogy az apja szerintem pont, és most egy picit ugrok, de csak egy percre, gondoljatok vissza az utolsó évadokra, hogy mire bátorította az apja azzal szemben, amit a Dexter önmaga szeretett volna csinálni, ugye elutazni. Az apja a fejében pedig folyamatosan biztos, hogy jó ez neked? Úgyse fog menni, nem vagy normális ember, te egy szörnyeteg vagy, neked nyilkolnod kell, szexon töld meg ilyenek. És szerintem amúgy végig az apja volt a sötét utas. Ő volt az, aki a gyilkolásnak a dolgait magyarázta neki mindig, hogyha emberi dolgokról volt szó, a Debrával, bárkivel, az apja sehol nem volt. A gyilkolás öt szóba rögtön megjelent az apja. Igen, és állandóan próbálta lebeszélni is arról, hogy ne közeledjen senkihez. Igen, hogy ez neked nem fog menni, te nem vagy ember, te nem vagy képes érzelmekre, arra azzal törődjél, amire én megtanítottalak, hogy kell rossz embereket gyilkolni. Úgyhogy szerintem a sötét utasa Dexternek az az apja volt. És itt jön az, hogy szerintem tényleg tudathasatásos volt az emberünk szegényke, csak valahol az apjának a dolgai maradtak meg benne. Nem volt olyan, mint mondjuk a Vogelnek a fia, ugye? Nem volt olyan egyszerű, csak ez az életem van, csak szörnyeteg vagyok, hanem az apja. Na mindegy, szerintem ő volt a sötét utas a Dexternek. Gyíveddel gondolkodok ezen is, tök jó, hogy kimondhattam.
Na, legalább, amúgy ez tényleg egy érdekes dolog. Tehát ugye a könyvbe, ugye ti már mondtátok korábban, hogy nem olvastátok, viszont a könyvben óriási hangsúlyt kapott a sötét utas, tehát ott nem volt Harry, sehol se bukkant fel egyáltalán, hanem ott mindig ott így egy ilyen sötét alakként írták le, aki mondjuk ott ül a kocsi hátsó ülésén, és ott dur maga a Dexternek. Tehát ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos szerepet kapott a könyvben, viszont a sorozatban ott csak így emlegette néha, hogy My Dark Passenger, meg minden, de igen, hogy így megjelenni talán csak a Brian képében jelent meg. Hú, én legalábbis eddig úgy gondoltam. Tessék? Az nagyon durva volt, bocsi, csak. Ja, hát igen, amikor így volt egy kis váltás a tudatok között, de hogy én ott láttam igazából megnyilvánulni, de most, ha ezt így levezetted, így lehet, hogy van benne ráció amúgy. Hogy a Harry volt végig a sötét utas, ami tényleg nem egy elvetendő ötlet, viszont jó, mindegy, azt majd annál az évadnál kibeszéljük. Jó. Szóval, második évad. Hát ugye Dexter mindig sorozatfaján összeakadt különböző nőkkel most, akár a Ritával volt együtt, akár nem, de azért mindig így bukkantak fel így újabb dolgok, és végül is kiderült erről a Lailára is, hogy ez nem fog működni. Tehát fel akarta ugye gyújtani a Dextert is, talán ott a lakásában. Hát igen, egymás, szóval, hogy együtt halljanak meg. Ja, igen. Ilyen közös öngyilkosság félét szeretett volna, csak nem jött be neki. Hát de aztán el is menekült a Franciaországba talán? Igen, Párizsba is. Igen. Ott is végzett vele Dexter. Na, az kurva jó volt. Amúgy akkor léptünk ki talán egyetlen egyszer így Amerikából, nem hogy így Miami-ból, hanem így teljesen el máshova. Igen. Ez egy tök érdekes dolog volt. Egyszer még kiléptünk a végén. Hát, Argentinába. Hát igen. Jó. Jaj, Argentinába. De szóval ott azért úgy azért akkor láttuk a Dexternek az elhivatottságát, hogy azért, hogyha ez akar valamit, akkor megcsinálja, és azért ott volt benne ez a kis morális késztetés, hogy ezért a Lila csak egy szörnyeteg, pont ilyenekre vadászott egész életébe. És akkor igen, már túlépett azon, hogy már nem csak suna, hanem már ezt meg kell ölni. És ez sok érdekes volt. Ez nem, mi volt? Szerintem a második évadot kiveséztük. Igen, hát még ott volt ugye Debrának az FBI-os csávó, akivel összejött. Ja, jó, akkor, ja tényleg kirendelték a, hogy hívják? A Joey. Nem, hogy hívják az FBI ügynököt? Francban, nem jut eszembe. Én sem tudom, az a baj. Szóval Debrának itt is kialakult egy szerelmi kapcsolat, közben nézem második évadnál. Ki lehetett ez? Tom Matthews, nem? Nem. Nem. Mi? Landy, Frank Landy. Igen, Landy. Na. Tényleg. Mivel az első évadnak az végén ugye Debra így teljesen megtört. Igen. Ezért a második évadban ilyen kicsit labilis személyiségként indult el, és azért így vonzódott a Landyhoz. Hát azért az egy majdnem egy apa figura volt szerintem, hogy tehát én nem hiszem, hogy olyan komoly szexuális vágyakat érzett felé, de inkább valamiféle apa figurát látott benne, ami végül is átcsapott ilyen nagyon bizarr szerelembe. Hát igen, mondjuk Debrának mindig is volt apa komplexusa. Hát nem is kicsit. Nem is kicsit, igen. De elég komoly gondjai voltak szegény nőnek amúgy. Hát azért elég diszfunkcionális családban nőtt fel, tehát az anyja az nem is nagyon volt mellette, az apja is ott hagyta őket, szóval tényleg a Dexterre tudott élőt támaszkodni. Aki igen, és azért... gondold el, szegény Debrát most egy gyors évadonkénti tekintés, szóval összejön egy sorozatgyilkossal, aki majdnem megöli, aztán összejön egy tök fura fazonnal, aki amúgy meghal, aztán ez derül ki, az derül ki, közben majd az utolsó évadokban majd mi fog még szegénnyel történni, szóval szegény egy pszichológiai csöttömeg az a nő. Úgy sajnáltam mindig. Hát arra egy külön pszichológiai értekezést lehetne írni, egy egész elemzést könyvbe. A sorozatban, Jézusom, igen. Egyetemre egy külön kurzus lehetne a Debra Morgantól. Jókáé szakadt. Tehát mindenki. Fucking okáé, igen. Na igen, még egy okáés képzést indítunk. Na, hát egy második évadból van még valamink? Nem. Nem, hát szegény Dogs meghalt, pedig egy kurva szórakoztató karakter volt, ahogy. Én nagyon utáltam.
mert amikor már második évadban picit elkezdett a Dexternek szurkolni. Persze, tudod, hogy úgyis el fogják kapni, mert olyan nincs, hogy a rossz fiúkat nem kapják el. Sejtetésre fogja kapni, de szurkolsz neki, aj, nem már még, aj, hát ott a Rita, meg ott vannak a Kodiék neki, meg aj, nem már, hogy elkap. És az annyira idegesítően így belemáltott a kamerába, meg a Dexter fejébe, te hülye vagy, és íze, és gyilkos vagy, és megöllek, és akármi. Engem idegesített, lehet, én is bezártam volna valahova, nem tudom. Marha szórakoztató volt szerintem, főleg akkor, amikor itt Dexterrel beszélgettek, és akkor ez az agresszív, lenéző, arrogáns stílusával a Dogs, meg a Dexter ezzel a kimért, ilyen nem tudsz hozzámérni, és kurva jó volt ezeket nézni. Igen. De igazából az is mesél valamit a Miami Metróról, hogy az egyetlen ember, aki gyanakodott rá, az egy volt. Szóval... senki hát másnak pedig... nem tűnt fel, hogy egy fura az ember. Amúgy most így... mondta is, hogy az egyetlen ember, akinek feltűnt, hogy én szörnyeteg vagyok. Igen. Tehát már amúgy, én nem tudom, a Dog se volt éppen egy százas fazon. Tehát azért annak is voltak enyhe indulatkezelési problémái, és lehet, hogy ezt így a Dexterre kivetítette. Hogy ő ott ez a nagyon fura fazon, akit nem tud hova tenni, és ez biztos, hogy egy szarrágó. Igen. Csak végül is talált magának egy céltáblát, de... ja, olvastam nemrégen egy ilyen kis szakvéleményt, hogy amúgy így a való világban valószínűleg észrevették volna a Dexterről, hogy valami baj van vele, mert így az átlaghoz képest túlságosan sok festőfóliát vesz ahhoz képest, hogy rendőrség is átlagat meg. Nem is tudom még miket vezettek le belőle, így a késeket. És ez tényleg amúgy fura volt, hogy meg azt az állandó lónyugtató vásárlást azért nem hiszem, hogy egy nyomelemzőnek annyi szüksége van ilyen anyagokra. Tehát persze. Így felfigyeltek volna rá valószínűleg előbb-utóbb. Hát itt 8 év alatt nem vették vissza, hogy nem hát, is tudom, mennyi szerintem időt. Bízunk benne, hogy azt is megtanította neki a Harry, hogy minden máshol vásárolsz. Az egyiket megvette a deszkóba, a másikat meg az Oceanba, és nem volt feltűnő senkinek, hogy annyi nájlont vásárolt. Hogyha akciós volt, akkor meg a praktikerben. Igen. És hát amúgy bele lehet amúgy kötni, de itt még rohadt szórakoztató volt a Dexter. Tényleg eredeti volt, még mindig ott volt benne az újdonság varázsa. Tehát még mindig ott voltunk, hogy ilyet nem láttunk. Szerintem mai napig talán a... szerintem még 2 évadig. Hát jó, majd akkor mindjárt megyünk a harmadikra, nekem az a gondjaim voltak. De hogy azóta igazából ilyen stílusos sorozat talán a Hannibalban látható. Nem tudom, hogy ti azt nézed. Néztem, vagy nézem. Megnéztem az összes részt, ami eddig kijön. Nem biztos, hogy egyetértek. Szóval... szerintem elképesztően szórakoztató az a sorozat. Amúgy jó, persze, csak valamiért nagyon, nagyon szerintem túl akarja magát misztifikálni. Szóval én annyira izé vagyok, sötét sorozat vagyok, meg annyira bonyolult, hogy annyira izé, fura dolgok vannak itt az én részeimben, hogy engem kell, hogy nézzél, és konkrétan nekem hát hülyét kapok, mikor nincs értelme egy-egy jelenetnek, amikor halucinál jobbra, halucinál balra, itt kell föl, ott kell föl. Fú, na mindegy, de ez egy másik podcast. Jó, mindegy, majd a második évad végén majd lebeszélünk Freddyvel, csinálunk egy évad kibeszélőt. Jó. Majd nyálazzunk róla. Ami még így a sorozat elejére jellemző volt, ami később szerintem teljesen kihalt belőle, és szerintem segítette a sorozatot, az, hogy még rendszer volt a részekben. Voltak ugye a killek, ugye kereste a sorozat a gyilkosokat, akiket megölhetett, volt ez a családi és a munkahelyi kapcsolatai, ami így, ahogy teltek a sorozatok, szerintem egyre inkább így összekuszálódott, és ilyen káosz lett az egész. Igen. Tehát így a stabil platformok tűntek el így az egész sorozat. Igen. Hát a harmadik évad végétől szerintem ott kezdett el ugye kuszálódni a családi vonal, utána a negyedik évad végétől ugye már nem is akart gyilkolni, mert megvoltak már célpontok. Na mindegy. Szóval a harmadik évad. Szerintem, fú, de utáltam a harmadik évadot. Jaj, nem már, tényleg. Nem már, fiúk, nem már, tényleg. Hogyha az összes létező kópiát, én elégetném nyilvánosan. Nem már, na jó. Miért? Mert én a Miguel-től hülyét kaptam. Jó! Na, és ha nem arra gondolsz, hogy ő van ott a sztorira. Mi, hogyha most hogy... ott van, mit tudom, Angelina Jolie, azt is utáltam volna, hogy ilyen kapcsolatban van. De miért? A figurából volt olyan elképesztő problémám, tehát ez a nyomorék, aki így nem valami ügyvéd volt, vagy valami igazságügy is volt?
Valami igazságügyi, igen. Olyasmire emlékszem, és így, így megízlelte, és akkor akart minden, de már a Dexternek is ellenet, és az, idegbajt kaptam tőle egyszerűen. Meg a feleségét is megölte, nem? Volt neki egy felesége. Talán. Nem. Valami nőt? Valami munkatársat, vagy valami igen, egy bíró tölt meg, aki ellene ítélt, talán valami ilyesmi volt. És azután döntött el Dexter, hogy ugye kinyírja. Mert azt a kilt, azt ugye nélküle csinálta. És ezután döntött úgy, hogy már ő is egy olyan elem, aki nem lehet része a civilizációnak, ezért Dexter rendet rak. Na hát akkor meséld el, Émi, hogy miért szeretted. Igen. Szerintem tök jó volt. Ennyi. De várjál, a harmadik évadban kezdődött el a Szent Háromság. Ugye? A Szent Háromságnak a gyilkolása. Hát a harmadik évad végén kezdtük el őt megismerni. A legutolsó jelenetben? Nem. Már ott is volt. Persze, hát a harmadik évadban kezdődött el a Szent Háromság. Ja, tényleg ezért jött a Landi is, nem? Vagy ezért jött vissza? Igen. Ja, hát az a harmadik évadban volt. A harmadik évadban kezdődött el, mert a negyedik évadban már a végén már nem élt a Rita se. És ugye kiölte meg a Ritát? A Szent Háromság. Nekem ez a három meg a négy amúgy nagyon egybe van folyva. És lehet, hogy nem pont a közepén jött a Szent Háromság, de nekem a három meg a négy az egy picit olyan, így a Szent Háromsággal foglalkoztunk ugye nagyon sokat, meg elveszítjük Ritát, úgyhogy szerintem izgalmas részek voltak azok. Jó, az elejére nem emlékszem. Lehet, hogy egyébként szerintem nem volt a harmadik évadban még Trinity. Szerintem se, így a negyedik évad nyitója jelenetében volt az, hogy ugye ott fekszik a kádba, és ott vágja fel a nőket. Igen. Tehát ez szerintem de akkor meg kellett már, hogy ismerjük, ha a negyedik évad így kezdődik, akkor tudnunk kellett volna. Nem, ott kezdtük el megismerni. Ennél jobb cold open-t hol akarsz? Jó, amúgy igen. Hát ilyen állatot. A harmadik évadban volt ugye, hogy... A Miguel. Igen, a Miguel, meg hogy Dexter megnősült. Ja, és a negyedik évad kezdődött az, ugye, hogy Dexternek gyereke születik. Ja, tényleg itt tudtuk meg, ugye, hogy a Rita már terhes. Igen. Jön a kis Harrison. Harrisonnak hívták a gyereket? Igen. De várjál, akkor a Miguel az ki volt? Már bocsi, hogy egy kicsit elhagyik tébedre. Spanyol. Spanya. Ez az kis cimborája volt. Akkor lehet igazadokban is rémuncsi volt, mert nem nagyon rémlik nekem az évad, lehet, hogy akkor az nekem is így kiért. Miguel, neki volt az, hogy az öccsét véletlenül megölte Dexter, egyik ilyen kijönnél, és ezután ugye valahogy összehaverkodtak, mert ugye Dexter ott volt a crime scene-nél, és nagyon pedálozott azért, hogy milyen rossz dolog, milyen rossz ember volt az, akire elején a gyanú keveredett, hogy ő ölte meg a Miguelnek az öccsét. És úgy jöttek össze a Miguel meg a Dexter, ugye, hogy Dexter megölte azt, akire a Miguel azt hitta, hogy megölte az öccsét. Aha. És így lettek izé nagy cimborák. Jaj, tudom, fúj, tényleg igazatok van. Tényleg. Megvan. Jó, harmadikat ugorjuk, tényleg kaka volt. Hát, ott jött be, George Wynn. Igen, és ő is bejött, és azonnal, Dexter egy gyilkos, azonnal elkezdte ő is amúgy. Az elején ő is azt gondolta Dexterről, hogy valami baj van vele. Nyomozott is utána idővel. Hát, igen, és akkor... Évad környékén, nem? Igen. A negyedikbe, és akkor ráállította a Debrát, vagy mi volt, hogy ő hozta össze őket. Úgy emlékszem, és ezzel akadt le róla, hogy a Debra mondta neki, hogy na jó, a bátyámat hagyj már békén, nem gyilkos, és akkor valahogy így akadt le róla. Hát ez a Queen Scarlett is azért akkor már senki nem buzerálta igazából a Dexter, tehát... Igen. Dexter... Jó, de jó, mondjuk a negyedik évadban a Szent Háromság eleget buzerálta, úgyhogy nem biztos, hogy hiányított. De mindegy, hát én is emlékszem a harmadik évadban, hogy mi lett a vége. Meghalt a Miguel, és... Igen. És összeházasodtak, igen. Házasodik a gazda, és kész, meg jön a porony. Meg volt egy ilyen szaplot egyik ilyen sorozatgyilkosnak, The Skinner, de hát már nem is emlékszem, hogy mi volt. Ja tényleg ott az évad végére, így volt az elején valami, meg volt a végén, de így igazából leszarták az egészet. Persze. Semmi nem volt. Az volt a fontos. Ez nem volt annyira tudatosan kitalálva az egész évad.
Igen, aminek, ez nagyon kutyulék. Aminek meg kellett volna, az meg nem működött. Benne. Úgyhogy mindegy, hát adjuk is a Pennywise-t. És ezután jött a legjobb évad, szerintem. Na, akkor jó, most már egyetértünk. A szív szerelmed, a Trinity, Szent Háromság. Tehát azért ez egy elég ütős évad volt, ugye nagyon sok mindenre rámutattak benne. Ugye találkozott a Dexter nem csak, hogy egy ugye már szokásos évados sorozatgyilkos, hanem egy olyan embere, aki leélte úgy az életét, ahogy a Dexter, ahogy a Dexter le akarja. Tehát igen. Láttuk, hogy hova fog Dexter kijutni a végére. Juthat. Ha jól csinálja, igen. Tehát aztán kiderült, hogy mégsem, mert hát azért ugye a Trinity-nek a családja se volt fenékig tejfel. Hát igen, az is egy eléggé diszfunkcionális család volt. Igen, terrorizálta őket. Nekem azt tetszett, hogy több szálon futott ez az évad is, viszont mindegyik nagyon szépen fel volt építve, szóval az, hogy tényleg megismerjük ezt a Szent Háromságot, és az évad közepén derül ki igazából, hogy na most akkor itt mi a konfliktusnak a forrása, ő miért Szent Háromság, mi történt vele, a Dexterrel is hasonlók történtek, és hasonlók fognak történni, és a család meg összeismerkednek, legjobb spanok lesznek a két sorozatgyilkos, hogy Kyle Butter, vagy valahogy így hívják. Igen, Kyle Butler volt. Nagyon bírtam. És az a konfliktus a végén, hogy ott küzdenek, meg nem küzdenek, és ugye megszánja a Dexter, hogy hát nem biztos, hogy meg kéne ölni, mert lélekben testvérek vagyunk ezzel az emberrel, és nem öli meg, és paf. Történik, ugye? Érdekes volt, hogy a Dexter így tényleg így beépült, megint úgy állandóan nyomta ezeket a szarálneveket, és most tényleg beépült egy családba, és ott ugye ott akkor még az elején a Szent Háromság talán nem is tudta, hogy ő az. Tehát ott így ilyen full ismeretlenben nyomták, aztán egy idővel jött, amikor Dexterre akarta kapni talán. Igen, amikor már gyanús volt a Dexternek az, hogy folyton ott van, meg ilyen fura dolgok vannak nála, akkor utána nyomozott, és akkor el is ment a házához, azt hiszem, hogy valamit oda küldött, nem tudom. Hát bement a munkahelyére Dexternek. Igen, igen. A lánya után, vagy ki volt ott, a Trinitynek volt egy nem tudom, valamilyen lánya, aki nem abból a házasságából volt, amelyikből a többi gyereke, aki a metrónál riporterkedett talán, ha jól emlékszem, és ő megpróbált úgy elérni az apját, és így keveredtek mind a ketten a Miami metróhoz, ahol meg ugye ott volt Dexter. És így találkozta, így tudta meg ugye a Trinity, hogy kicsoda Dexter, ha jól emlékszem. Ja, tényleg ott átvonult, és látta, hogy hoppá, ez a Kyle Butler, na lófasz, ez a Dexter volt. Igen. Hát, máig a szemem előtt van az a trailer, ami így a epizód végén van, hogy Trinity így megáll Dexter előtt, és így szépen mondja, hogy hello Dexter Morgan. Ó, igen. Hát, Nagy szerintem, igen, amúgy ezt tetszik a Dexterről, vagy tetszett egy darabig, hogy mindegyik évadban volt egy olyan fő valaki, akivel úgy szembe kell néznie, meg úgy tényleg egy partner, szóval nem tudom, néztétek-e a régi Sherlockot, vagy a mostanit, de hogy Sherlocknak is volt ugye a fő ellensége, és az agyban is jó ellenség volt neki, meg mindenféle kihívásokban, és a Szent Háromságnál ezt éreztem, hogy egy annyira megfelelő küzdőpartner a Dexternek. Egy igazi ellenpólusa. Iszonyatosan illett hozzá ez az ellenfél szerintem. Nagyon, nagyon ki lett neki ezt találva. Mert a testvére is persze tök jó ellenfél volt, mert tök jó kis rejtvényeket hagyott meg minden, de az igazi kihívás szerintem ez a Szent Háromság volt, és bele is bukott, ugye. Végre nem happy end volt, hogy Dexter győzött. Hát igen, tehát itt volt talán a legnagyobb fordulata, a második legnagyobb fordulata az egész sorozatban, amikor végül is a zárókép, ami elképesztően hatásos volt. Tehát én akkor csak így nem szerettem a Ritát, amúgy én annyira nem bírtam, idegesített egy kicsit. Nem tudtál megszokálni. Az, hogy bement ott a fürdőszobába, és akkor az a szokásos Trinity módszere, ott a csaj elintézve, ott fekszik a vérbe, a gyerek meg ül a vérbe, ugyanúgy, ahogy Dexter igen. Kiskorába, és ez így... valami lezárás. Valami baja is lett a Dexternek, nem ott egy kicsit ilyen pánikrohamot kapott. Így igen. Először talán, hogy tényleg ezt csinálta magát. Úgy hívta föl, hogy ő ölte meg. Annyira le volt sokkolva, hogy nem tudott ezzel mit kezdeni. De egyébként a Ritának a halálát jól össze lehet párhuzamba hozni egy másik sorozatban, egy női karakternek a halálával, akit mindenki utál, és ebben a sorozatban zombik is voltak. Nem akarok spoilerezni, szóval
mekkora különbség volt, hogy gyűlöltem a Ritát is, de a végén, amikor meghalt, azt sajnáltam, és más sorozatban meg például nem így volt. Szóval azért a Dexterben tudtak valamit összehozni a karakterek építésével. Hát meg itt nem is számítottál rá. Nem egyet. Is a Rita számított szerintem igazából, hanem a Dexter, meg a fia. Vagy talán ez a visszatérő momentum, hogy a gyilkos megölte a nőt, csupa vér minden, ott a gyerek fekszik a vérben, és igazából ez egész sok egyszerre, hogy elveszíti a feleségét, és közben lehet, hogy az ő fia is sorozatgyilkos lesz a francba. Szóval ez egy ilyen kettős sok volt talán. Meg amit mondtál, hogy ugye itt veszít először a Dexter, vagy ezt lehet, mondta, hogy ő eddig mindig úgy jött ki, hogy mindig nyert, mindig... Utolsó, ővele nem történt semmi. Igen. És ez volt az első alkalom, amikor tényleg elveszített valamit, és valami fontosat, és emellett ugye még bejött az is, hogy akkor most az ő gyerekéből is ugyanolyan gyilkos lesz, mint belőle. Uh-huh. Igen, már is vette a tartalmat. És ez visszatérő kép is volt, csak jó hülyén tért vissza. Amikor így mindig aggódott, hogy véres volt, mit tudom én, beverte a fejét, és akkor ja Istenem, ott a vér, és most lesz sorozatgyilkos a gyerek. 3,5 hónaposan, vagy nem tudom. De ilyen nagyon... Nagyon szivacs volt ez a Harrison, ez mindent megjegyzett. Ú, tényleg. Szegény gyerek. Hát azért tényleg, talán az a gyerek az egész sorozatnak a legnagyobb áldozata. Tehát így nem Rita meg, nem a többiek, hanem az a szegény kisrác. Milyen tudom, azért szerintem a sorozat nagyobb áldozata volt a gyereknek, mint fordítva. Szóval ja. Az utolsó évadra műveltek vele. De legalább már végre adtak neki szöveget. Hát nem segített rajta. Még lecserélték a szöveget is. Amúgy tényleg, tök más játszotta, de évadon belül cseréltek. Úgyis emlékszem, hogy aki az elejét, meg aki a végét, az tök más volt. Vagy nem tudom, vagy a negyedikből. Addig a Harry az izé volt, két ikergyerek játszotta, azokat váltogatták, és akkor most az utolsó évadra cseréltek gyereket. Vagy ennek a szöveget. Vagy ez már tud olvasni. Na. Igazán. Hát mondjuk mit tudsz kezdeni egy ilyen karakterrel? Szóval hány éves volt akkor? 3-4? Hát, hol az utolsó évadban? Igen. Hát volt, az már 5 is. Dehogy is. Hát, hogyha úgy vesszük, hogy a 4. évadban született, akkor, és évenkénti összefoglalót nézzünk, akkor az kb. 4-5 éves. Hát de végülis mennyi szerepe volt így, néha csokit kellett kérnie meg, szólni, hogy apu néz, mit csináltam. Aztán... Azért az utolsó évadban szerintem egy minimális olyan szerepe volt, hogy úgy mindjárt lebuktatom aput, mert már tudok beszélni. Hát igen, ez volt a gyereknek, ő volt a legnagyobb beszélyforrás. És tényleg, ez a apu elő, ezért azt mondtad, hogy apu hazudtál, azt mondtad, hogy kutyuli meghalt, pedig itt van, és ott van a kutya, úgyhogy tiszta véres fejjel nem tudták ki most én belőle a vérfoltokat, meg ilyenek, és ott ölelgeti a kutyáját. Bárány volt, nem? Nem, kutya volt, kutyuli. Így volt a fordításban. Oké, idióta nevet adtak neki, hogy kutyuli. Hú, milyen kreatív vagy. Nem, hát a Dexter fordítás, jó, mindegy, Dexter fordítás, az más kalapba tartozik, de azért láttam olyat, amikor így mondják, hogy she's in the closet, és úgy fordították, hogy a WC-ben van, aztán benyitottak a szekrénybe. Akkor nagyon elkezdtem nevetni. Szép. De mindegy, szóval a 4. évad, hát talán ez volt tényleg a legerősebb. Igen, és azért is erős volt, mert ugye jött be a gyerek, erről már tudtunk, és ezzel együtt ugye elindult a Trinity vonal, ahol Dexter látta maga előtt, hogy le lehet élni egy egész életet, viszont abból kisült, hogy mégse. És ezért lett egy ilyen, nem tudom, egy ilyen erős kettősség benne, hogy már Dexter se volt benne biztos, hogy fel tudja nevelni Harrisont. És volt ott olyan is, azt hiszem, hogy feladja magát, és ugye Harrison az Debrához kerül, és akkor úgy lesz a legjobb a gyereknek. Igen, erősen elgondolkodott, de nagyon-nagyon sok részen keresztül még, hogy neki nem kell ez a gyerek, mert nem tud vele mit kezdeni egyedül, még nem érezte azt az apai, akármit, hogy ez az övé, és hogy inkább leadja másnak, mert az úgy jobb lesz, mert csak sorozatgyilkos lesz belőle, hogyha vála van, meg csak rossz lesz neki. És ebbe azért Harry is besegített az apja,
az is állandóan mondta, hogy nem tudja felnevelni. Igen, igen, meg jött folyton ez, amúgy ez egy dolgot nem bírtam Dexterbe soha, amikor néha így itt 2-3 részen keresztül jöttek ezek a depresszív monológok, hogy én csak szomorúságot, meg bánatot hozok a körülöttem lévőkre, meg csak a gondot okozom. Utolsó meg, rész, ne! Nem, most előző évadokról beszélek, mert a fiával is így volt. Jaj, de rossz. Szóval, hogy a fiával is így beszélt, hogy gondolkodott, hogy ő majd rosszat fog neki tenni, meg a Debrának is, meg ilyenek. Hát tényleg ez volt a baj, hogy nem volt a Dexter kellően önző. Szerintem lehetett volna önzőbb. Sokkal önzőbb lehetett volna. Tehát jó, így se volt éppen egy ilyen mintaállampolgár, de azért... Egy pszichopatához képest szerintem túlságosan is jó lelkű volt. Meg lelkű volt. Milyen? Érzelmekkel, szóval egyszerűen lelke volt, érzelmekkel, ami ugye egy pszichopatához rohadtul nem illik. Ugye ezt a Vogel is megmondta, hogy amúgy ez tök fura, hogy neked érzelmeid vannak. Tehát hát nem is, szerintem azt félrediagnosztizálták, valószínűleg valami más baj volt ott, ami, mivel én pszichológiához kurva hülye vagyok, ezért így én nem értek hozzá. De az, tényleg azért túlságosan emberi volt ahhoz, hogy így rámondjuk, hogy pszichopata, de az meg azért nem volt eléggé kis szeretlek, Maci, hogy ezért rámondhassuk, hogy funkcionális ember. Igen. Szóval... Igen, ezért volt fura ez a Dexter karakter, és ezért van neked szerintem még az, hogy olyan tudathasatás volt ez emberbe, amit szerintem évekig tanulmányozhatnának. Hát amúgy tényleg, csak ne írták volna meg ilyen szarul az egész. Igen, igen. Na, jól van, hoppá, ezt hallottátok? Nem. Igen. Jó, nem is baj. Akkor a következő, 5. évad, Lumen. Ajjaj. Jó, akkor, fúj, tényleg? Hát most így végig sohajtozhatnánk így a következő fél órát szerintem, és mindent elmondanánk róla. Igazán. Hogy egyszerű gyors magyarázat, hogy itt a 4. évad után lecserélték az írót és a producert. És észre is vettük. És nagyon észre vettük. Ez a Lumen. Gyerekek. Hát olyan fura. Ez volt a leggyengébb évad. A 3. után talán. Hát, nem tudom. Az én ezt még úgy... elnézegettem amúgy, tehát így még annyira elfort az agyam tőle, mint itt később néhánytól, ezt így elnézegettem amúgy. Ez is, itt a Dexter, megint egy más oldalát ismertük meg, ugye ez a megmentő figura. Nem megmentő, egy papucs gyilkos, de komolyan. Az 5. évad közepén fogtam, és abba hagytam 1 évre a Dextert. Egy évig nem néztem. Annyira megharagudtam rá, hogy nem tudom elmondani, hiszen mi az, hogy oda megy... Fú, nagyon felhúzom magam ezen a Lumenen. Egy olyan, mint egy házártos háziasszony. Még komoly számon kérte Dextert, hogy na, idő van, menni kell gyilkolni, mert van még az öltönyös, amit még ki kell nyírni, meg ott van az is, azt is meg kell ölnöd, drágám, meg oda is el kéne menni. Ja, amúgy lehet, hogy közben beléd szerettem. Ja, nem, csak a gyilkolási ösztönöt kell. És így, nem már. És végig hagyta magát a Dexter, hogy a Lumen az vigye magával, meg belement, hogy azokat öljük meg, akik oké, persze, tökre megértem, megérdemlik, mert megerőszakolták, meggyilkolták azokat a lányokat, tökre megértem, hogy ki kell őket nyírni, de nem árt. Szóval olyan volt a Dexter ebben az évadban, mint egy kis pulikutya, akit a Lumen így húzott a kis póra ezen. Fúj, nem árt. De hát mondjuk ott azért a Dexter eléggé hát letargiában volt, azért még mindig érezte a brit autórengéseket. Aztán valószínűleg ő is így egy kicsit így el volt teljesen így tévejedve, aztán így azt hitte, hogy ez neki jó lesz. Érzelmileg támadható volt nagyon. Igen. Tehát nagyon sebezhető volt akkor. Igen, de most ha azt kimondjátok, hogy sebezhető, meg érzelmileg támadható, ez mennyire vall egy pszichopata sorozatgyilkosra, hogy jaj, szegényke érzelmileg gyenge hát volt. Meg ennyire jó volt a sorozat, hogy már itt hintették nekünk, hogy a Dexter az más. De egyébként, hogy ez a Lumen ez kicsoda, mert azt nem mondtuk, ugye? Jaj. Hogy melyik ez már az 5. évad, ez úgy kezdődött, hogy Dexter, ugye Lumen megmenti egy gyilkostól, akit levadászott. Okay. És ugye ez kiderül, hogy ugye Lument, meg azt a többi csajt, akit ott megölték, az nem egy csávót csinálta, hanem egy egész csoport, azt hiszem 4-en voltak, talán vagy 5-en? 5-en, 6-an. Többen voltak, mert egy egész évadot kitettek, úgyhogy... Igen. És hogy ugye Lument kiszabadította, és így kezdték el levadászni ezeket az embereket. Így kettem. Uh-huh. Szuper csapat.
Hát igen, mert ugye a Lumen végignézte a gyilkolását, és akkor rájött, hogy ő amúgy ugye egy ilyen, nem azt tudom, hogy rossz arcú, de egy ilyen gyilkos figura, és hú, ez neki most nagyon jó lenne. Hogy hát így ki tudja használni szegény Dexter. Igen, igen. Szegény Dexter, állandóan itt ebbe az évadban. Az volt a baj, hogy az írók azok rohadt, mint hogyha nem lettek volna tisztába Dexter karakterével, hogy végül is miben rejlik ennek az egésznek a varázsa, vagy a lényege. Mert igen, kezdték el emberiesíteni, de minek? Olyan szinten, hogy nem tudom minek. A karakterhez. Ja, jó, hát persze, hogy szükség van a karakterfejlődésre. Tehát azért az rohadt, bármelyik nyomozós sorozatot megnézed, 11 év alatt ugyanott toporognak a karakterek. Most azért egy ilyen high concept, átívelő szálas történetnél azért az kell, hogy változzon a karakter, csak nyilván egy pszichopata az hogy változik? Persze, okay. Tökérted, az meg annyira kontrasztos, hogy van egy belül üres, egy semmi, egy olyan figura, akit érinthetetlen, és annyira öröm mámorral tölti el, hogy rossz embereket gyilkolhat, és megvan a kis saját világában, és eljutunk oda, hogy egy lelkileg roncs ember gyilkolászik egy buta szőke libának. Na, ez persze karakterfejlődések minden, csak az 5. évad, ez úgy tűnik, hogy tudod, van ez a kis ilyen grafikon, és ez meg egy olyan kilengés, ami tökre nem illik bele az egészbe. Azért próbáltak erre felépíteni, mert ugye a gyerekkel, Ritával, hogy ugye már a halál utána nagyon sajnálta, de túl nagy volt ez az ugrás. Igazság szerint, hogyha erre jutottak volna el még a 8. évadig, ahol most volt itt az 5., akkor azt ugye el tudtam volna képzelni, hogy egy ilyen szép átívelő szálat meg tudtak volna ezzel a karakterfejlődéssel, csak tényleg ez így jött, és így egyik pillanatról a másikra. Igen, túl gyors csak volt. Így meg az egész sorozat tényleg annyira látszik rajta, hogy ezt így idővel dobálták össze, így menet közben, és nem volt egy kész koncepciójuk, tehát tényleg minden évadban más volt, és semmi visszatérő elem nem volt az égvilágon. Tehát így egyedül a Debra karaktere változott valamilyen szinten, de a Dexter az így 4 évadig így semmi, és akkor most itt hirtelen berobban minden. Tehát igen. Ilyen nagyon, mint az amatőrök írtak volna, vagy nem tudom, nem pedig igen, az azért mondom, hogy kábel ez csatornának a zászlós hajó sorozata. Azért mondom, hogy ez a váltás, ez nem tett jót, ez az írói váltás, tehát évad, ugye a sorozat közepén leváltani az írót. Ő egyébként ez úgy volt, azt hiszem, Clyde Phillipsnek hívták a showrunnert, aki ugye az első 4 évadot csinálta, és hogy a 4. évad után ő azért lépett le, hogy a családjával legyen elvileg, csak igazság szerint ezért voltak szerintem meglőve, mert nem várták azt, hogy lelép a csávó, és az ő fejében volt az összes ötlet, és a maradék igazság szerint kisegítő személyzetnek kellett valószínűleg összerakni a következő 5. évadot. Hát mondjuk azt elhiszem, hogy ezt a portást dobálta össze, akkor meg tudom bocsájtani. Hát a takarítónővel együtt leültek kávézni, és akkor na figyelj, ma hogy legyen. Képzés után. Igen. Igen. Szóval hát... De úgy mi volt ennek az évadnak egyáltalán a fővonalata a Lumenen kívül? Quinn. Quinn nyomozott Dexter után. Tényleg? Még mindig? Nem, most kezdte el rendesen. Ja? Mert a Trinity, ugye a Trinity killer után fölkereste a Arthur Mitchellnek a gyerekét, igen. Igen. És ő adott egy személy leírást, ami kísértetiesen hasonlított Dexterre. Igen. Erről a Kai Butlerről. Igen, és ezután kezdett el. Igen, maradt ugye egyedül Quinn is, nem itt szakított fel a Debra. Igen. Vagy ez az 5. volt? Szerintem az később volt. Hát nem, mert ugye lehet, hogy az 5. végén kérte meg talán a kezét. És akkor mondta Debra, hogy nem. Nem, azt mondja, nem, az a 6. volt. Igen. El vagyok tévedve. Na majd kapom a kommentekbe, hogy mennyire készültem fel. Már lehet, hogy mi kapjuk majd, hogy egy debilák vagytok. Ja. Jó, mi úgyis szét leszünk, amúgy szerintem savazva, mert úgyis egy-két évadot néha elcsúsztunk, vagy egy-egy részt, úgyhogy... Persze. Hát, régen néztük, majd megbocsájtók. Ez már több éves. Ez már nagyon régiek ezek a részek, azért most azért legalább 2-3 éve voltak 5. évad. Hát úgy minimum. Tehát jó, mondjuk még az évadzáról a friss az élmény, de a többit azért már egy erősen gondolkodni kell. Egy valamire emlékszem egyébként ebből a 5. évadból, ugye, hogy a legutolsó ember, akit megölnek, ez a Jordan Chase, az egy ilyen motivációs, beszédes csávó talán. Igen, emlékszem. Ezt lehet igen. Mondani. Igen. És ami nagyon megmaradt belőle... Életvezető. Igen. Ami nagyon megmaradt belőle,
hogy emlékszem, hogy a Dexternek, hogy találjon bizonyítékot, hogy ő is ott volt, a Jordan Chase, valami nyakláncából kellett kilopni vért, amit akkor lopott ki, amikor éppen edzésem volt, és annyira... Igen. Mert hogy ott tartotta az első áldozatnak a vérét a nyakába. Hát persze. Igen. Hát persze, egy öltönyös életvezető csóka, aki milliót fényképezkedik, meg aláír, meg ide-oda megy, majd egy kis vércsészét tart itt az első áldozatáról, hogy rendőrök, nézzétek, itt van az áldozatomnak a vére. Nem. Na jó, de legyen sziopata, tök mindegy, de engem az zavart, hogy ott is például úgy bukott le, hogy ugye kivette a vért a izéből egy keveset, és úgy hagyta. Ja, igen. És látta rajta, hogy kevesebb vér van a nyakláncában, és onnan tudta, hogy valaki belenyúlt. Igen. És annyira ostoba, hülyén volt megírva az egész. Hát, tényleg portás írta. Ja, és persze közben behoztak ilyen hülyeséget, hogy hogy Nia feltűnt hirtelen Esther és Cody, aki ugye Ritának voltak a gyerekei, és így ott vannak, és akkor júj, most mit fog velük kezdeni? És akkor ott oldja meg, hogy közben elmegy Lumen. Ja, és igen, és a Lumen lesz majd a babysitterük, meg ő, meg mit tudom, ő majd vigyált rájuk. Ó, hát igen. Itt a Jamie már nem volt bent? Nem, még. De! Már volt. Statisztának a húga? Nem, még nem volt. Szerintem sem. Nem, még nem volt. Szerintem ő a hatodik, vagy a... Volt. Lehet, hogy akkor már volt. Mindegy. Emlékeznék. Nem fontos. De hogy tényleg ez olyan nagyon furán, meg idiótán volt már itt csinálva. Tehát tényleg így ütötték egymást az egyes dolgok, egyes cselekmények nagyon erősen. Igen. Amúgy szerintem Jamie a vége fele jött, amikor már így napokat kellett utazgatni, ugye főleg az életvezetőhöz folyamatosan járt el, hogy adjon neki tanácsokat, szerintem akkor vette fel a Jamie-t. Bár nem tudom, mindegy, hagyjuk is. Ő majd még jut. Szerintem az hatodik évad volt, vagy hetedik. Hát, túl korainak érzem. Az a baj, nem tudom, de mindegy, hát 34 epizódot volt, az az utolsó három évadra szétosztható, de akár azon is láthattuk. Igen, akkor. És mi lett az ötödik évad vége egyáltalán? Ennyi, hogy megölték. Ja, Lumen ellógott. Az életvezetőt és a Lumen úgy volt megbeszélve, hogy fú, ők lehet, hogy egymásnak vannak teremtve, mert milyen tök jó kis páros, és aztán a Lumen végül is azt mondta, hogy hát inkább nem, csá. Nem ebben az évadban volt, hogy ugye Lumen és Dexter kim voltak valahol az erdőben ölni, és egy ilyen épp hogy nem átlátszós ilyen vacak el volt előttük húzva, és Debra ott volt a túloldalán. Igen. És az is olyan idiótán volt megcsinálva, hogy ott nem fedezte föl Debra. Hát igen, mert ugye elkezdtek utánuk nyomozni, mert hogy rájöttek arra, hogy ezek a rossz emberek, akik amúgy benne voltak ebbe a gyilkosságba, folyamatosan megöli őket valaki. És akkor a Debra rájött, hogy hoppa, 13. áldozatnak nincs meg a CD-je, meg mit tudom én, meg hogy csak kartos, és nem tudják megnézni, és akkor rájöttek, hogy egy szerelmes párról van szó, a 13. áldozat, ugye a Lumen, meg hogy annak a nagy szerelme. És akkor mondta, hogy na jó, menjetek el, nem érdekel, mert jó emberek vagytok, csak jót akartok cselekedni, és menjetek el. Tehát az olyan arcpirító volt szerintem. Igen, hogy így nem veszed észre, hogy amúgy ki van ott, vagy így, na mindegy. De nem volt az annyira nem átlátszott, szerintem úgy azért lehetett látni úgy nagyjából az arcokat. Nem volt tudod megcsinálni, hogy csak valahogy csak a árnyékokat lehessen látni, vagy ilyen köríveket az emberekről. Igen. Hát, emlékszem. Direkt olyat tettek oda a Dexterék, hogy véletlenül se lássa meg, hogy jön a Debra. Persze, egyébként mindig full átlátszó ilyen izét, ilyen puccot hord magával, kilépve akkor, amikor ott felhúzza azt az egyet. Mert az volt akciós az Obi-Wan lehet. Igen. Nem, a praktikerben, tudod. Vagy ott, mindegy, nem tudom, hogy miben vásárolnak a sorozatgyilkosoknak. Készítünk egy... Legyen ez a nap kérdése. Hol vásárolnak? Hát mindenképpen kommentekbe várjuk a válaszokat, és a helyes válaszolók között kisorsolunk egy göngyöleg nejlont. De azért fura lenne, hogy a kommentekbe elkezdeniek kérni, hogy igen, én sorozatgyilkos vagyok, én így szoktam vásárolni a plastik. Meg Google Plus felhasználóval csinálják. Igen. Ups. Mert azokat megjelöljük. Na jó, nem. És... Hát ennyi volt az ötödik évad. Szerintem átnyargaltunk a hatodikra. Igen. Hát ez volt ugye... Itt szerintem, hogy tök érdekes volt maga a sorozatgyilkos. Igen. Én érdekesnek találtam, itt nem csak az volt, hogy van egy beteg ember, hanem ez
ez egy amúgy nagyon általános dolog, a vallás meggyőződésből csinálta az egészet. Ő volt ugye ez a Doomsday. Ja, az életképes. Ő volt, ki ilyen mindenféle képeket rakott ki a gyilkosságaiból, ugye? Igen, azok nagyon szépek voltak amúgy, meg szerintem ez az évad volt az egyik legbizarabb, vagy legbetegesebb így képi világgal, tehát ilyen igen, nagyon bizarr dolgok voltak benne. Most nem is beszéltünk egyébként, hogy mennyire durva képi világa volt az egész Dexternek, mindenhol vér, meg mutatták, szurkálták egymást a tüdőbe, azért az annyira nem volt megszokott így a tévében, hogy ilyesmit mutatnak, ez egy premier plánban. Ez egy kábel sorozat, azért ezen látszódott nagyon. Persze. Itt nem kell finomkodni, de szerintem még ez az évad még Dexterhez képest is kemény volt. És azt éreztem, hogy végre megint tökös a sorozat. Végre visszajött ez a fú, tényleg össze van építve, egymás alá vannak rakva a karakterek, Dexter újra erős, és életteli, és nem tudom, és végre megint tökösek vagyunk, folyik a vér, tök jó minden. Nagyon tetszett a hatodik. Hát nekem azért voltak vele gondjaim, de ez mindenképpen jobb volt az ötödiknél meg a harmadiknál. Bár jó, az nem nagy teljesítmény amúgy, de azért itt már alapban az első részben azért tök érdekes volt, hogy ott így ez a pasinak a hasára ugye rá van barva ez a fura alakzat, és így fölnyitják, és így kígyók így kimásznak bele egy hét. És akkor már látszódott, hogy na, itt lesz tényleg valami rituális dolog, tényleg valami olyan dologba látunk bele, ami kb. Már az első évad óta nem sikerült, hogy megint valami idegen arcnak az elméjébe vagy tervébe belelátni. Igen. Másik meg, hogy most izé megint elkezdtek történetet építeni mögé, mert ha emlékeztek, ebbe az évadba hozták be azt a srácot, aki elküldte Dexternek a Ice Truck Killeres kezet. Így ja, befestve. Igen. Ha emlékeztek. Az a Jamie-nek a hapsia volt? Igen, a Jamie-nek a hapsia. Tényleg. Azt a pszichopatát az évadba kezdték felépíteni. Ő amúgy ki volt? Vagy miért molesztelte a Dextert? Ő mit akart? Nem tudom. Ő azt hiszem csak rájött, hogy Dexter a Bay Harbor Butcher. És így megpróbált közel kerülni hozzá, hogy tanítsa, vagy valami ilyesmi volt. Azt nem tudta, hogy sörözadjék, vagy igen. Hát nem tudom. Uha, elkészítettem. Okay. Nem, azt tudom, hogy molesztálta, de én úgy emlékszem, hogy nem azért, mert hogy sorozatgyilkos, hanem mert hogy ő is ilyen fura figura, mint ő, és hogy támogassa lelkileg. Hát, és mert csinálni akart egy játékot, nem? Igen, és azt... Tényleg sorozatgyilkosos játék. Igen, és azért küldte el neki, amúgy nem tudta, hogy a hűtőkocsis a testvére, csak abban reménykedett, hogy mivel ő is dolgozott, gondolom, az ügyön, vagy valami ilyesmi miatt, hogy majd felnéz rá, vagy jó meglepi lesz, vagy jó poén lesz, és hogy egy hullám hosszon vannak, szóval pajtik lehetnek a Dexterrel. Hát nem jött be. Hát meg ott a Bay Harbor is egy játszató karakter volt, ha jól emlékszem. Igen. Tehát az tényleg elég bizarr volt, hogy saját figuráját így megmutatják neki, miközben nem is tud róla, az elég bizarr volt. De úgy nem is értem, hogy ez egy elég nagy gyökér volt az a gyerek. Vagy az hogy tudta összeszedni a Jane? Hát pont ezért amúgy szerintem a Dexterről hallott már, hogy mint nyomelemző, vagy nem tudom, mint valahogy kikutatta, és úgy jött össze a Jamie-vel, mert ugye ő is valahogy így a valami köze... Ja igen, gyakornok volt, emlékeztek? Ja, Masuka. Ő volt a Masuka egyik gyakornoka, igen, és úgy került be, hogy a Dexterrel így bírták egymást, és akkor megkerülte úgy, hogy a Jamie-n keresztül. Ja tényleg, amúgy nem is beszéltünk a Masukáról, ez kurva jó az. Hát ő volt a comic relief az egész sorozatban állandóan. Hát mint Saul Goodman a Breaking Bad-ben. Igen, hát röhögés. Azok az elképesztően beteg, pervers poénjai, hát imádtam mindegyiket. De amikor megszólal, hogy még meleg, meg ilyenek, azt hittem, hogy ezt meldom. De amúgy, amikor ránézel, és akkor is egy ilyen tipikusan ilyen pervers állat. Menj innen. Tudod, ez az állat, amelyik így Japánban járt, ezekben a használt bugyiboltokban, és ott lehet venni ilyeneket. Így mosatlanul megint, és ő törzsvásárló. Tényleg? Én erre nem hallottam, de honnan tudsz jönni? Úgyhogy nézek internetet. Na jó, nem. Melyik részét nézette az internetnek? Ó, sok oldala van. De mindegy, szóval ez a Masuka az egy nagyon, szerintem hatalmas fazon volt, én nagyon jókat röhögtem rajta. Főleg amikor egy Debra így osztotta néha, meg itt tudod, nyomta neki ezeket a nem gyengén szexuális áthallású poénjait. Igen. A Debra meg elküldte az édesanyukájába. Ez tök szórakoztató volt.
De mindjárt, szóval a Masukának a segédje, 6. évad, meg a... Doomsday killerek, vagy hát killer. Hát killerek. Tehát, ja, hát meg igen, itt hozták be, ugye még hát egy másik ilyen nagyobb mellékszereplőt volt ez a Edmund James Olmos, őt ugye a Battlestar Galaktikában már láthattuk. Igen. Egyébként, amikor először megláttam, én így felsikújtottam, mert én nem tudom, a Battlestar Galaktikát imádtam, és ez az ember, ez ilyen isten nekem, vagy valami hasonló. És annyira megörültem, hogy végre akkor lesz egy jó évad, és igazából lett egy jó évad. Mm. Hát csak érdekes voltam, hogy maga a fordulat is benne, ugye, hogy a másik ugye, az pedig az a Colin Hanks, a Travis Marshall volt, ugye, igen. Amúgy ő a Tom Hanksnek a fia. Ez a srác, ez a Travis Marshallnak a színésze. Uh-huh. És ez ilyen érdekes volt amúgy tényleg, hogy ez a, ugyanúgy ez a tanítvány és a mester, ez a, tényleg mint a szitek kávé. És a végén ki is derült, hogy ugyanúgy csak a képzeletében létezik már. Uh-huh. Tehát már amikor meglátogott a hűtőbe, és én nem értettem, hogy most ez mi? Magyarázatot kérek azonnal. Az egy akkora jó jelenet volt a végén, de az már az évad végén volt, nem? Végig azt hittük, hogy két karakter van, sőt ugye az öreg a gonosz, és szegény fiú csak az ő hatása miatt csinálja ezeket az életképgyilkosságokat, és aztán nem, a pasi már rég meghalt amúgy, ott van a hűtőbe, és amúgy totál én vagyok fiatalként az egésznek a... Fú, az jó. Szerintem ez egy tök érdekes fordulat volt, tehát oké, láttunk már ilyet más filmekben is, meg le van szarva, de itt jól meg volt csinálva. Működött. Igen. Amúgy lehet, hogy most nagy butaságot kérdezek, de Brian nem itt jött vissza Dexternek az elméjébe? Lehet. Itt elment valamilyen kis countryside-ba, vagy nem tudom, így a vidéken kalandozott, és akkor ott történt, nem, megfojtott valakit. A Dexter, és utána így kijött a vízbe, és akkor ott állt a Brian, ugye a tesó. Igen. És akkor így ő volt ott egy-két rész erejéig talán. Igen, nem sokáig, mert fú, az mondjuk bizarr volt, hogy verekedett vele, fizikailag verekedett vele, és ez nekem annyira agyban nem állt össze, hogy azt így hogy. Na, ez ilyen harcosok klubja beütése volt. Na igen. De azt hiszem, ebben az évadban volt. És ugye nem tudom, hogy van-e még valami az évadban, amit kimaradt volna, ugye, de a legvége, az utolsó rész volt, azt hiszem az egyik még egy ilyen jó belecsavarunk a sorozatba rész a legeslegvége, amikor kinyírta az életképgyilkost. Hogy és ott volt Debra. Hát igen, megjelent látta. Debra végül is. Tehát ugye azzal lett vége az évadnak, hogy Dexter így ránéz, és így oh god! Tehát ez a hatalmas év. És leesik a kezéből a kés, és teljesen az egész... Erre épült fel egyébként az eddigi részek is szerintem, hogy végre Debra megtudja, és akkor vártuk, hogy akkor majd mindenki meg fogja tudni idővel. Mm-hmm. Csak hát... Hát nem. Ti azt reméltétek nem. Amúgy, hogy mindenki meg fogja tudni? Igen. Hát én bíztam benne, hogy azért kiderül, de nem muszáj. Mindenkinek, mint a rendőrség elkezdi üldözni, és ő elmenekül, vagy meghal, vagy taram, mindegy. Szóval végre a lebukásra szükség volt? Igen, szükség volt, de nem tudom, nekem tök úgy állt össze a Debrának meg a Dexternek addig a kapcsolata, hogy nem fogja elköpni. Mm-hmm. Nem is arra gondoltam, hogy kimagyarázza. Inkább az, hogy kimagyarázza úgy a Dexter, meg megint olyan naív lesz a Debra, hogy hisz neki, hogy ez amúgy nem az, csak be vagy halucinálva ezt, amúgy mint halucinálod, kb. Ilyen szinten gondoltam, hogy vagy nem hiszi el a Debra, amit lát, vagy leüti, és azt mondja, hogy halucinált, mert balesete volt, vagy nem tudom, vagy valamiért, hogy tudtam, hogy nem fogja elköpni. Hát én azért nagyon ideges lettem volna, hogyha kimagyarázza. Tehát így teljesen elaltatja. Tehát nem csak az, megpróbálta. Hogy egy pillanatra, oké, megpróbálja, de nem sikerült. Igen. Tehát oké, felgyújtották a kápolnát, meg minden. Itt már áttértünk ugye a 7. évadra, és utána végül én abba bíztam nagyon, hogy ne húzzák el az évadra, meg 5-6 részre, mire rájön, hanem tényleg az első rész végére ott ült a Debra ugye a trófeák között, ezek a véres üveglapok között, és így megkérdezte, hogy tényleg te vagy a Bay Harbor Butcher. Igen. És akkor arra vártunk az egész sorozatban kb. Vagyis én, legalább. Igen, ott nagyon szépen íztad ott az egésznek. Meg ott azért úgy
Debra nem tűnt hülyének. Tehát azért így... Az előjött a naivitása utána, hogy megpróbáltak kigyógyítani belőle. Majd abba hagyod meg minden. Jaj, szegényként, de aranyos volt. Igen. mint egy drogost, hogy majd jó, majd leszok szépen, itt maradsz, itt folyton itt leszek, meg a nyomodba leszek, meg majd együtt fogunk enni. Oh. Majd ha érzed a készítést, hívjál fel, jövök, segítek. Hú. Na, tényleg. De mit kell, hogy... És érzed a készet, és akkor megeszünk majd egy steaket, és akkor jobb lesz. Jó véresen. Amúgy most ezen röhögünk, de egyszer-kétszer sikerült neki. Bár szerintem nem biztos, hogy önmagától hívta föl a Debrát, hogy most meg akartam ölni valakit, és nem tettem. Nem tudom, egy ilyen részre emlékszem, hogy ott ülnek valami mól, nem is mólon, hanem egy ilyen kis út mellett, ami füven, lecsapott valami csókát, már nem emlékszem kicsodát, és akkor felhívta a Debrát, hogy akcióban gyere ide. Mm. De ez nem az volt, amikor az a moteles beütésű jelenet volt, amikor tudod, a pasi vette fel ezt a szarvas maszkot, és akkor ott elfogta ott a Dextert is. És akkor tudod, ment ez a kis túlélő játék. Tényleg olyan volt, mint azt a motel. Megölte. Azt hát igen, megölte, de nem az volt, amire te céloztál most? Nem. Az nem, azt nem hagyta élni. Azt nem hagyta élni, már csak... Ja, nem is arra gondoltam. Nem, akkor... itt volt egy, akit élve hagyott, és elengedtek, vagy mi volt vele. A lényeg az, hogy néha sikerült az, hogy a Debrát felhívja, és akkor, ja, Nyuci, gyere ide, majdnem megöltem valakit. Hmm. Ez így egyszer működött, de amúgy nem. És ez a Debrát nagyon-nagyon-nagyon megviselte, és majdnem az évad végéig nem is akart erről a témáról leszállni, hogy te most abba fogod hagyni a gyilkolást. De hát aztán végül is így volt egy kis team up, tehát ott azért így összefogtak a végére. Nem, mi volt a fővonulata egyáltalán a hetediknek? Isaac Sirko. Jaj, tényleg! Ugye az ukrán mafiózók. Én is nagyon bírtam. Ugye az volt az egész évadnak a alaptörténet, az így átívelő szál, ami egy évados volt, hogy a ukrán mafiózók közül az egyiket megölte, és ezért a maffia feje, vagy hát egy ilyen középfeje, az elutazott, hogy kiderítse, hogy mi történt. Aki így elkezdett így azután nyomozni, hogy halt meg a hát igazság szerint kiderül, hogy meleg barátja, mert ezt így belehozták, hogy ugye a srác, akit ugye megölt Dexter, az a hát a fő gonosznak. Igen, a Viktor, úgy hívták, igen. Azt hiszem. Az a, ő volt a kis segbepacsipajtása. Isaac Sirkónak volt a meleg segrepacsia, és ugye évad az arra csúcsosodott ki, hogy ugye Isaac meg Dexter így nagyon megértették egymást, és ugye meg kellett... Üldözték egymást, ez vicces volt, úgyhogy követték a csókák közbe. Igen. És hogy ugye az lett a vége, hogy legalábbis ennek a történetszálnak, hogy ugye az Isaacet a saját emberei elkezdték levadáztatni, és ebbe segített neki Dexter. Uh-huh. Ezzel váltak ki az életét. Igen. Ott a hajón volt. Kerek Perec megmondta neki ugye Isaac Sirko, hogy ő megérti Dexter, de meg kell ölnie, mert ugye elvette a szerelmét. Igen. Tehát volt egy nagyon jó jelenetük is, ugye, amikor a melegbárba voltak, aztán ott mesélt el, ugye Isaac, hogy végül is ő más kapja játszik, és az egy hatalmas jelenet volt, hogy tök jó párbeszéd volt az egész, így mondta, hogy ha nem ilyen körülmények között találkozunk, még akár haverok is lehettünk volna. Tehát ez akkor csúcsosodott ki az egész igazából, hogy azért csak talált még egy pajtást magának, csak ezt így nem szart el annyira, mint mondjuk a Miguelt. Vagy a Isaac Sirko spin-offot azt megnéznék. Hát igen, tehát az egy tök jó figura volt, meg úgy a színész is teljesen átélte magát. Szóval úgy az a gonosz az úgy nagyon a helyén volt szerintem. Csak ugye itt kezdtem el utálni nagyon a Joy-t, amikor összeszedte azt a striptease táncost. Ott így a striptease klubba ott kalandoztak, az olyan nagyon rohadt érdektelen volt, talán nem is tudok ennél jobb szót mondani rá. Te egész epizódok mentek el arra, hogy lezárják most a striptease klubot, mert valamilyen infót ki akarnak szedni, amit tudom én kicsodából. Mm. És így teljesen... Hát meg azért azt ne feledjük el, bár lehet, hogy megint... hogy mi volt még az évadban, ugye az ukránokon kívül azért folyt még pár szál. Hát igen. A La Guerta szál például, ugye, hogy most már a Debra a kapitány, és a La Guerta meg egyel fölötte a... kicsoda? Hát nem tudom, hogy azok ki van már a fölötte. Az egyel fölötte. Ezredes lehet, nem tudom. Igen, és ugye az életkép gyilkosságnál megtalált egy Beihai Butcher kis trofeát, és elkezdett azon filózni, hogy hopp, mégse az volt, akit amúgy
megöltek, vagy rá lett kenve, ugye. És hanem... ott a Matthews-zal kezdtek el nyomozni végül is, hogy hát akkor valószínűleg nem a Dawkins volt. És hanem... bevonták be Izét is, Debrát is. Ja igen, ott szóltak neki, aztán Debra meg ugye jelentkezett közben. A fotókat eldugta, meg ugye amit tudott a Debra megtett, de hogy végül is ugye LaGuardia rájött, hogy ki az aki. És ugye hát az évad végén volt, ugye fiúk? Igen, ott kiengedtek valakit, talán azt a fazont, aki is segített kinyírni a Dexter anyját, ki ott volt talán a konténernél. Igen, akkor a LaGuardia engedte ki, arra felbozdulva, hogy erre a Dexter ugrani fog. És ő tudta, hogy ez a gyilkos, és hát ja, meg lett rendezve egy hasonló szépen szoba, mert hogy a Dexter ezt a csókát ugye mindenképp meg akarta ölni, ami ugye másrésztről egy csapda volt Dexternek, és szépen belesétált, és valami buli volt, valakinek a szülinapja, vagy valami esemény volt, azt tudom, lehet hogy... Lehet a Batisztának volt a szülinapja. Ő nem a Batisztának a megnyitója volt a vagy lehet, éttermének? Mert ja, is... igen, az étterem megnyitó. És volt egyébként még egy történetszál a kibaszott évadban. Bocsánat, a franciámért. Nem. Kicsoda? A Hana akkor jött be. Igen, a Hana McKay. Hú, mennyi minden volt ebben az évadban. Új szerelem Dexternek. Még egy. Még egy. A hanyadik, negyed? Hát igen, végül is... Hána legalább kellemes volt a szemnek. Igen. Igen, meg ugye amúgy egy tök jó karakter volt, szóval nekem tetszett ez a Poison Ivy karakter. Nem, nekem ez szimpatikus volt. Nem tudom. Érdekes volt. Ugye, hát Dexter így tényleg megtalálta a kis lelkitársát, aki nem is akar ellene fordulni, meg stb. De azért ott van a kis ellentét, ez így érdekes volt. Úgy kölcsönösen meg tudják kérdezni egymástól este, hogy Steven, ma meg akartál ölni? Nem. És te? Nem. Oké, aludjunk. Na jó, ugye, kapcsolatuk volt. Kitölnél meg volna, drágám, így évfordulónk lesz, hogy nem tudod. És tényleg, megbeszélték. És azt, hogy a Dexter életében először meg tudta tényleg beszélni, mint egy párkapcsolat. Szépen mi volt már melóban? Hát, nagyon nehéz volt, ha megölni valakit, képzeld. Majdnem kicsúszott a kezdet. Szóval úgy tudtak megbeszélni ilyen dolgokat, hogy ki kit ölt meg, vagy ki kit akar, hogyan, mintha tényleg a párok beszélgetnének, hogy fú, ma annyi főzéstől, vagy muka. Igen. Mi legyen, rakott krumpli, jó? Kitöljek meg őt, oké. Nagyon fura volt. De hozzá még főtt tojást azért a rakott krumplihoz. Szóval ez a... Nagyon. Szerintem nagyon jól működtek amúgy is, meg ugye a Ivan Strahovski is így, őt már láthattuk ugye a Mass Effect-be, róla mintázták a... Vagy ha láttad a Chuckot esetleg, akkor abban. Ja, hát meg a Chuckba persze. Tehát így... de... Hogy azért még az 7. évad se volt olyan borzalmas, de azért itt már kiütköztek a gyermekbetegségek, főleg ugye a Joy pont leszarom Quinn-nel, az engem nagyon nem tudott érdekelni egyszerűen. Azt hiszem azért kapott egy külön szállat, mert ugye ők akkor már a Debrától ugye, akkor ugye külön voltak, és szerintem valamit ki akartak ebből a Queen szálból hozni, és nagyon bénen sikeredett a végére. Szóval, hogy és a 8. évadig végig kitartottak, hogy legyen egy Queen szál, legyen egy Queen szál, ugye mi van vele, meg Jamie-vel, meg nem vele, meg nem Jamie-vel, mert hogy őrmester lesz, nem lesz őrmester, amúgy kurva hidegen hagyott már, bocsánat, de szerintem titeket is, és a végére egy ilyen nagyon halvány, gyenge, nem tudom, kis befejezést szántak neki. Ez volt a Dexternek szerintem a bukása is, ami, hát hogyha így visszahallgatja valaki az első évattal, amit beszélünk, hogy ahogy egyre nagyobb az évadszám, egyre több ilyen párkapcsolati hülyeség került bele a Dexterbe, ami kiszorította azt, hogy mondjuk érdemi gyilkolászás, meg okoskodás a gyilkolászásról kerüljön a sorozatba. Hát igen, meg itt kezdett eltűni a vadászat, ugye maga az, hogy igen. Dexter öl. Igen, pont ezt akartam mondani. El volt foglalva a Hannával, el volt foglalva azzal, hogy a Debra épp szétesik agyilag, meg ugye aztán az évad végén mit csinál a Debra. Tökre el volt foglalva ezekkel a lelki egyensúly, meg család, meg magánélet dolgokkal, és jó, meg hát persze az oroszok is, vagy az ukránok a nyakukba volt, vagy nyakába volt, de nem volt az, hogy na, akkor kinézek egy gyilkost, meg egy rossz embert, megölöm. Egyetlen egy ilyen szál volt, azt hiszem az abban az évadban, hogy találkozójuk volt, ott egy találkozójuk volt, és ott volt egy csóka, aki megölt valamilyen lányt, még gimibe, és azt akarta azt hiszem megölni, ez az egy volt, erre emlékszem. Az egész évad olyan keszekusza volt nagyon, tehát úgy
úgy nem lehetett így belekapaszkodni egy pontba, és azt így végigvinni, hanem így mindig mindent bele kellett dobálni. Mindenbe belekaptak egy picit. Igen, de erős dolgokba, szóval egy percig megmutattak valami olyan horribilisen erős dolgot, amit amúgy évadokon keresztül lehetne feldolgozni, például azt, hogy Dexter szerelembe esik, egy pszichopata szerelembe esik egy másik pszichopatába. Ez egy olyan dolog, amit szerintem nem csak így hoppja, amúgy ők szerelembe estek, és hogy, vagy miért, vagy amúgy is. Meg az, hogy amit a Laguertával történik, és aztán a Debrával mi lesz, ez egy olyan dolog, amit nem csak egy ilyen köhintésre oda kéne itt tenni a nézővel, hogy na, emészd egy nyáron keresztül. De tehát ilyen nagyon kapkodós volt az egész. Tehát Dexternek, ja, mindegy, mondja Csirin. Hogy ugye a Dexternek ez a, hogy jöttek össze, és az előjött a sorozatba is, és a legtöbbször le lett úgy zárva, hogy ja, látod a seggét, ja, és ennyi. Hogy kb. Hogy ezért, mit tudom én, Batista, hogy jöttek össze izével a Hannah McKay-jel, és akkor, hát, láttam, hogy néz ki az a csaj, ja, hát elhiszem, és akkor ennyi volt a megoldása. És a rendőröknek nem esik le, amikor ugye egy jó, mondjuk ők nem tudták azt, amit a Dexter tud, hogy két gyilkos volt. De azt hiszem aztán ugye végül ki is derül a 8. évad elején, vagy valahogy úgy, és akkor ugye ott történnek a bajok, mert már a Debrát akarja megmérgezni, meg ilyen furcsaságok vannak. Igen, ez már 7. a vége volt, miután kiderült, ugye, mert volt itt még egy szál, egy ilyen írócsávó, aki ugye nyomozott a nem tudom, Hana után. Nem a Hana után, hanem a gyilkosság után, amiben Hana segített neki. Mert Hanának a régi férje volt, ugye, egy sorozatgyilkos, akivel együtt tölt a Hana. És azután a gyilkos után írt egy könyvet egy csávó, és ezért nyomozott. És igen, de az a könyvet már megírta egy új könyv, bocs, hogy kijavítalak, csak erre emlékszem, hogy új könyvet írt a Hanáról, mert ő, mint újságíró, a sok információ begyűjtése után rájött, hogy nem lehetett ezt egyedül végigcsinálni, mert ilyen-olyan bizonyítékok maradtak, amit a rendőrség nem vett észre, és csinál egy olyan könyvet, hogy Hana McKay az igazi gyilkos amúgy. És akkor így kezdett el Hana után kifejezetten nyomozni, ezért követte Dexteréket mindenhova, folyamatosan, meg össze is akart jönni a Debrával, azt hiszem. Uh-huh. Egy kölcsönös információ csere miatt ugye össze is kavart a Debrával, és ez volt a Debrának a végzete, hogy ugye az újságírót megölte, a Debrát meg megmérgezte, hogy szálljon le róla, mert nem lesznek boldogok a Dexterrel. Még közben nézem, hogy ki lehetett ez a pasi, de tudom, hogy kire gondoltok, de egyszerűen nem jut eszembe. De hát őt ugye meg a Hana lemérgezte. Na, sima libán, persze, azonnal. Elment egy interjúra, oké, persze, adok egy interjút, aztán 3 perc után megölte a csókát. Uh-huh. Hát ott adott neki valami mérget, aztán annyi. Uh-huh. Kész, meg is halt. És ennyi volt. Tehát így ilyen nagyon, tényleg olyan, mint most ez mi évad kibeszélünk, és így mindenbe belekapunk, így olyan volt az évad is. Hogy most így már átgondoltam a dolgokat. És hát ugye a 7. évad végére hát mi volt, ugye? Már ugye felvezetik korábban, felállították a csapdát, megjelent a Laguerta, őt lenyomta a Dexterét, le akarta szúrni, ekkor jelent meg a Debra Mezitláv, pisztolyt fog rájuk, és akkor ugye engem lő, őt lőd le, ne lőj le, lőd le. Hát végül is ekkor húzta meg a ravaszt a Debra, és ugye hát nagyon tudatos vágó technikával nem tudtuk, hogy kicsodát, és akkor láttuk, hogy végül is csak meghalt a Laguerta. Ott mondjuk én izgultam, hogy kit lő le. Hát azért nem lövi le a Dextert. Annyira mérges volt rá, és annyira szétesett az önő abban az évadban, hogy ott elveszítettem azt a varást, hogy ők testvérek, és nem köpik be egymást, ugye. És az évad végére annyira haragudott rá, meg ugye elvesztette az újságírót is, és sanszos, hogy Dexter miatt, meg Dexter a Hanát választotta helyette, meg ilyenek, és annyira mérges volt rá, hogy én nem voltam benne 100%-ig biztos, hogy nem lövi le a Dextert. Hát... meglepődtem volna, mondjuk. Én vártam egyébként. Mondjuk én vártam egy ilyen csavart. Igen, én is, hogy a következő évad meg úgy lenne, hogy Debra szemszögéből látjuk a dolgokat, és uh-huh. neki meg Dexter dumál, amikor így az elméjében. Fú, de szép lett volna. Hát az egy spin-off lehetett volna inkább már akkor így. És így nem Dexter a cím, hanem Debra. Milyen rohadt kreatívak vagyunk, kreatívabbak, mint a bakárás. Hát mit a gondok, annál biztos. Na, most a 8. évad. Igen, hát a 8. évad, ahol kiderül, hogy akárki kreatívabb, mint a Dexter írói. Hát de tényleg, tehát így
már a felkonferálásomban több eredeti ötlet volt, mint abban az évadban szerintem, szóval... Hát konkrétan... Jó vagy, Gergő? Igen. Egy cimpánzot. A megíró nem... Sorozatot kéne írnod. Komolyan. Tudom. Vagy valami magyart. Valami jó, ilyen... Fokhagyma pásztor lesz a címe. Csak én nem tudom, miről szólni. Majd segítetek. De mindegy, szóval majd egy Dexterizé lesz vetélytárs, vagy mi az konkurencia. Hát a magyar tévé lesz, akkor valami szappanoperának kell lennie. Minimum. És na, 8. évad. Hát ugye finálé, mindenki tudta, hogy jön a finálé, be is lengették, híreket lehoztak róla, hogy ez lesz aztán az epikus finálé, mindenki maga alá fog kakilni, pisilni, és kövön nem marad. És hát ehhez képest... Annyira hazug szemétládák voltak. A trélervágók. Annyira egy hazug szemétládák voltak. Annyira elhittem, hogy tényleg lesz valami. Mm-hmm. Mármint, hogy úgy vágták össze, hogy húha, itt teljesen más, hogy vágták össze, mint ahogy az egész évadban volt. De nem csak az a finálét, hanem már az első epizódtól kezdve tök úgy vágták össze, hogy rohadtul nem az volt a történet, mint amit összevágtak, amire is sejtetted. Mint az volt benne, hogy fú, itt egy alma lesz. Aztán olyan körte volt ott, és olyan csalódás volt az a körte. Na mindegy, igen. Nem, hát úgy volt felvezetve, hogy jön a Vogel, és akkor ennek van valami diffie, és valószínűleg ő lesz az ellenpólus. Aztán így a végére engem még az első rész így majdnem meg is győzött. Hogy azért úgy érdekes volt, hogy végül is találkozunk azzal, aki létrehozta a Harry's Code-ot, ugye a kódexet. Igen. Igazából aki segített a Harrynek, ugye őt eddig nem tudtuk, hogy hol van, Dexter se tudta, senki nem tudta. Nem is tudtuk, hogy van, igazából hát, ja. Szerintem. Amúgy magával a színésznővel nem volt semmi gond, nagyon jól lát neki a szerep, meg úgy. Jó, elég idegesítő volt. Igen. Mi? Idegesítő volt nagyon. Mi a színész? Az akcentusa. Annyira megtudtam valahogy. Ilyen elegant English akcentus nem hallottam még a Dexterbe. Sajt, igen. Borzasztóan, na mindegy. De jó, milyen pofát is vágott hozzá, hogy ilyen kimértem beszélt, hogy taksz, taksz. Igen, és akkor beütötte a kis, mutatta a kis tejácskáját, és akkor őző, igen, te sorodat gyilkos, hogy És akkor mondta állandóan, hogy psychopath. Ja, igen. Amúgy így ennél a sorozatnál így a kurva jó volt az alkotóknak a képe egy angol emberről, brit akcentussal beszél, és teázik. Ennyi. Mindenki tudja, hogy ez angol. Nem sztereotípia egyáltalán. Nem, nehogy is. Egyáltalán. Tehát így nem készítette a cottage pie-t, meg mit tudom én itt, semmi más, csak így nem, teázik. Kész. De amúgy jól indult. Szóval azt hittük, hogy Dexterből lesz egy ilyen kis, hát annyira átalakul, mint amit amúgy a Lumenes évadban szerettek volna, hogy ilyen emberi tulajdonságokat kap, hogy a Hannah-nak köszönhetően annyira átalakul, hogy egy ilyen akármi lesz, de ugye úgy kezdünk, hogy Hannah börtönben, Dexter által ráadásul, megismeri úgymond az anyját, így a kreálta őt, meg a Harrynek a kódjait. Nagy nehezen kibékülnek Debrával, bár az nagyon tetszett, mikor a folyóba rántja az autót a Debra, mikor így rájön, hogy miatta lett öngyilkos ugye az apja, azt hiszem, lett öngyilkos, és akkor, hogy nem végzett jó munkát, meg mit tudom én, és így berántja munkát, úgyhogy így elég kusza dologba kezdünk bele így az évad elején, ami nekem tetszik, így még arra van egy kis esély, hogy na, ebből lesz valami tök jó, valaki meghal, vagy valami lesz. Hát érted, mert itt úgy érezted volna, hogy így az egész eddigi sorozatnak volt értelme. Viszont rohadtul nem. Így az utolsó év három részben így felépítettek valamit, és hopp, jó, lezárjuk, kész. Tényleg, mint amikor így menet közben kapják meg a kaszát kb. Ez olyan bezárt lefejezés volt. Igen, ez nem olyan volt, mintha rájuk zárták volna a stúdiót, hogy na jó, akkor gyerekek, 5 percetek van befejezni. Igen, lássuk, jó, akkor gyorsan vágjuk el itt. Tehát szerintem ott 3 percig azon ment a vita, hogy ki tud gyorsan gépelni, és 2 perc alatt összedobták, hogy így maradjon rá idejük. És jó, mindegy, tehát így felvezették, ugye kaptuk a brain surgeon-t, ezt az agysebészt, vagy mi a szar volt ez, és hát így érdekes volt azért, hogy így megint van megint egy pszichopata, egyértelmű, hát persze a Vogel elemezte, majd segít a Dexternek, meg a Vogel közben mutogatja a Dexternek a múltját. Azért mondjuk érdekes, hogy így az utolsó évadban akarták így bemutatni a Dexternek a múltját. De ez jó lett volna egyébként, hogy a múlt és a jövő egy összeér, igen. És az utolsó évadban. Csak hát egy keretet adni. Igen, csak nem tudták a végét megcsinálni. Odáig jutottak el, hogy ja, behozzuk őt.
És nagyon jó kezdeményezés volt amúgy, hogyha egy picit arra gondolsz vissza, hogy a Saxon viszont ugye a fia nem kapta meg ezt a segítséget, és így nagyon szépen össze lett ezt fonódva. Szerintem egy nagyon jó elképzelés volt, hogy most mutatjuk meg Dexterből, hogy mi lett, és akkor egy évadon belül azt is meglátod, hogy mi lesz majd vele, hogy honnan indult, ki által, hogyan, milyen úton haladt végig. Ez tök jól fel lett volna vezetve, ha egy ilyen logikus ranglétrán mennek végig, de hát... Én azon kezdtem el visítva röhögni, amikor így a Vogel így a 8. részben bejön ki, ja, amúgy van 2 fiam, és az egyik lehet, hogy életben van, nem tudjuk, nem találtuk meg a holttestét, de nem jutottam eszébe véletlen se az ám, hogy lehet életben van amúgy, vagy... Nem, azt mondta, hogy ő mondta azt, hogy biztos, hogy nem. Az a rész úgy kezdődött, emléktem, hogy az előző rész a Hanával akkor vacsoráztak ugye így együtt közösen, mint egy nagy család, hát baromi groteszk volt. Ott volt ugye a Zack, a Dexter, meg a Hana, meg a Vogel, és akkor a Hana megkérdette a Vogeltől, hogy amúgy miért foglalkozik a pszichopatákkal, mi vezette erre az útra. Ó, ez egy nagyon hosszú és unalmas történet lenne, nem tudok britisul akcentálni, mindegy. És akkor már nagyon-nagyon így bele volt vágva a fejedbe, hogy ez egy érdekes sztori, és majd ki fog derülni később. Figyeljél majd oda! Csak nem találták ki még az írók, aztán akkor igen, még nem és így a következő részben így bedobták, hogy amúgy, ja, igen, azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert volt 2 fiam, az egyik megölte a másikat, a másik meggyulladt egy intézmény tűzbe. Igen, ja, és amúgy tudja, hogy nem élnek, mert amúgy meg a férjével nem is mondta, hogy mi történt. Tehát, hogy elváltak. Na mindegy. És akkor mondta Dexter, de anyus, él a fiad, tök jó, mi? Úgyhogy, úristen, mennyire jól ki lett ezt találva, tényleg így az utolsó részbe kiderül, hogy így az utolsó előtti részekbe derül ki egy olyan fordulat az egészben, ami mondjuk ha közepén vagy az eleje fele kiderül, akkor tök máshogy lehetett volna ezt a közöttük lévő konfliktust megcsinálni, nem egy részen keresztül, hanem 5 részen keresztül. Tudom, ezt is rosszul vezették ezeket a konfliktusokat, mert kaptunk belőle ilyen hülyeségeket, hogy ugye amikor Dexter rájött, hogy akkor a Saxon az él, és akkor egy ilyen komputer programmal így összehasonlította a gyereknek az ilyen automatikus öregítését egy képpel a izéről, ugye a Saxonról, aki ott van, és akkor kiírta a számítógét, hogy ez megegyezik. És akkor, ja igen, akkor ez megegyezik. Igen, meg amúgy annyira átlátszóak voltak, mikor meghalt a nem tudom, hogy hívták a szomszédcsajt, Cassie, meghalt a Cassie, akkor ugye a barátját gyanúsítják, meg a barátja olyan fura, meg alig randiztak, de ugye elvitte ide-oda, meg nem szerette a lány, de hogy ki voltak adva a pasi. Szóval nagyon-nagyon fura volt, és tudtad, hogy ő még visszajön egyszer-kétszer. Vagy nem tudom, lehet, hogy ez nekem tűnt föl. Egyébként jó lett volna utolsó évadnak. Nagyon jó lett volna utolsó évadnak, hogyha ezt a Saxonos Vogel-es szájt, ezt lezárták volna 2-3 résszel a vége előtt, és utána csak a Dexter finálére koncentráltak volna. Nem volt ez akkora ellenség a Dexternek, hogy ő legyen a finálé. Igen. Bőven nem. Mert oké, persze azt láttam magában, hogy mi lett volna vele a kód nélkül, és... Azt már annyiszor megláthatta, hogy mi lett volna vele a kód nélkül. Annyi pszichopatába futottunk már a 8 évadon, bárkibe, hogy simán ő is lehetett volna, vagy az a gyilkos, bármelyik másik gyilkos lehetett volna. Nem értettem, miért kellett ez a Vogel-esszál, úgyhogy 2 részen keresztül tudtuk, hogy ő az. Hú, mekkora finálé. 2 részen keresztül tudjuk, hogy ott az a valaki, és így belép egy 5 perces színre, amikor megfélemlíti a saját anyját, aztán belép egy színre, amikor ugye ki is nyiffantja, utána lövöldöznek, utána... Na mindegy, szóval... Oh. Amúgy azon én mondjuk meglepődtem, hogy a Saxton megölte az anyját. Annyira várható volt. Tehát én így... Hát akkor lehet, hogy én vagyok ilyen rohadt tájékozatlan, vagy nem tudom, nem láttam elég ilyen sorozatot, azért arra nem számított, hogy megöli. Hát amikor így... már először odavitte az ő gyilkolási szentélyébe, ott én már elkönyveltem, hogy ezt mindjárt megöli. Mm. Mert oké, hogy segítséget kért tőle, de ez nem volt őszinte. Szóval a Saxon tipikusan egy olyan karakter volt tényleg, amiből minden emberség már picikora... Hát megölte azért a testvérét, mert jobban figyelt rá az anyja. Mm. Szóval nem volt benne semmi emberség, és én vártam már, hogy mikor öli meg az anyját.
ez várható volt. Pont ezért volt az Dexterben, hogy meg kell őt mentenie, meg hogy segítenie kell, mert ő is nagyon jól tudta, hogy Saxon meg fogja ölni. De egyébként ott volt az Eck is, szóval ott is az volt, hogy segítenie kell neki. Az egy annyira jó fej karakter volt amúgy szerintem. Csak így nem tudom, mi értelme volt két részre behozni, vagy háromra. Na tehát... igen, ez is egy ilyen, gyorsan mutassuk meg, hogy milyen jó lelki apuka lenne a Dexter, és vegyük is el tőle. Ez a 8. évad volt egyébként, ez a pár részre behozunk valakit. Behozták ugye a Zekket, behozták a Masukának a lányát, behozták ott a néger nőt, aki Joy helyett megkapta a kinevezést, és utána eltűnt, semmi értelme nem volt az egésznek. Igen. Hát. Tehát így nem, lehet, hogy ilyen Alzheimer-esek voltak, hogy így minden nap így megírtak egyet, és másnapra elfelejtették, hogy mi volt jó, akkor találjunk ki újat, nem keresem elő a jegyzeteket. Tehát így ilyen... Te konkrétan, mintha buszon ott hagyták volna. Ú, mit is akartunk ezzel a karakterrel? Nem tudom, inkább nyírjuk ki. De miért? De megszeretünk egy karaktert, vagy megszokunk, vagy oké, várjuk, hogy ebből mi lesz, és annyira nulla, annyira semmi nem lesz belőle, hogy már felidegesít. És hogy még ezek... Igen, hogy nem is egy értelmes haláluk van, szóval, vagy például a Zacknek, egyszerűen csak így meghalt. Bemész és ott van, ja szia, ennyi. Igen, igen meg oké, a izé élte meg ugye a Saxon, ezt ugye később tudjuk meg, és ugye egy picit összeraktuk a dolgokat, mindig olyan áldozatai voltak általában ennek az agysebésznek, aki valamilyen úton, módon köthetőek a Vogelhez. Magyarul valami féltékenységi szindróma féle miatt ölte meg ezeket az embereket, de ha féltékeny volt, akkor végülis valamilyen érzelmeket csak táplált az anyja iránt, akkor hogy tudta ilyen hidegvérrel megölni? Szóval annyira ütik egymást a dolgok, amiket csináltak a karakterekkel. Szóval szereti is az anyját, mert hogy féltékeny, hogy vele foglalkozzon, vagy én nem tudom, és ezért öli meg minden, na mindegy. Nem, tehát tényleg mocskosul inkonzisztens volt az egész, így önmagával, tehát nem... Tényleg megint azt mondta, hogy nem, egyszerűen nem értették lehet a saját történetüket, vagy ennyire hülyék azért nem lehetnek, vagy nem tudom, szövegértés egyes, vagy valami ilyesmi, de szóval jó, mindegy, szerintem menjünk is át tényleg a fináléra. Tehát tényleg láttuk, Vogel meghalt, Sexton még ott van valahogy, és akkor hát végül is a Debra ugye megsérült az utolsó előtti részbe, így persze csak oldalba lövünk. Várjál, még egy csomó fontos részt kihagytunk. Micsodát? Hát, hogy visszatér Hannah McKay. Igen. És hogy Debra ugye egy ilyen érzelmi roncs volt, és dolgozott egy új csávónak, az elvének, őt is behozták, és bejött a milyen marssal, valamilyen marssal. A Shieldből a fazon, mindegy. Hát aki nyomozott ugye a... Hannah McKay után. Igazságügyi bíró, vagy hogy hívták? Igen, törvényszéki bíró. Rendőrbíró, igen, ő volt az. Igen, őt is behozták, és az is egy olyan ostobám volt, hát az utolsó előtti rész az szerintem az egyik legostobább rész volt, a finálét leszámítva, amikor ki engedi, akkor már körözték ugye Saxont, és ki engedi a lekötözött székből gond nélkül. És miért? Mert ő a Hannával akar lenni, mert ő neki annyira emberi szerelmi érzésé vannak, hogy ő a cselek. Hanem a izére, arra a törvényszéki bíróra, aki rátalált ugye a házban, ahol le volt kötözve a... Ja, én azt hiszem a Dexterről, mert ugye először ő engedi el, hogy valamit nem öli meg, és hát az is talál rá. Az ugye azért tudja elengedni a törvényszéki bíró, mert a Dexter nem ölte meg. Jó, mondjuk amúgy nagyon para, mert hogy ennyire... másodpercre pontosan ugye elmegy onnan, meg nem megy oda, meg elengedi, meg akármi, de elengedi a Dexter. Elengedi. És utána találja meg ugye a törvényszéki bíró, aki annyira hülye, hogy tényleg ott van a Debra, meg minden, és elengedi ezt a figurát, mert azt mondja, hogy jaj, erre voltak. Jó, mondjuk te is elengedted volna szerintem. Nem, hát országos körözés volt. Igen. És pont akkor ment be ugye ez a törvényszéki csávó, amikor Dexter épp kiment telefonálni, és beszélgetett izével, Debrával. Akkor pont kimentek, nem figyeltek Saxonra, mert hát minek, igazából csak egy sorozatgyilkos és baromi okos, mert hát ennyi mindenkit meg tudott ölni, ott hagyjuk egyedül. És akkor pont megjött ez a törvényszéki faszi, aki nem tudta, hogy azt a faszit körözték. Pedig hát ő egy akárkit letartóztathat, hát szerintem fontos, hogy ő tudja, hogy éppen kit köröznek első számú, mit tudom én, közellenségként a városban. De és elengedi, és emiatt őt lelövik, tehát ő is egy tök fölösleges karakter volt, annyi volt a funkciója, hogy elnyújtotta még egy részig. Igen.
meg egy pici feszültséget próbáljon kelteni az emberbe, de annyira tudtad, hogy nem fogod állni a Hanna elé. Ja, és hát ő miatta hal meg Debra. Kb. A szemétláda. Hát meg alapvetően ugye jó, mindig nem szeretek ennyire előre, hogy miért. Egyébként ezt vártam, mert most már tényleg egyébként benne vagyok a gyűlöletben. Ezért akartam az egész dexteres kibeszélőt, hogy eljussunk ide a végére, és kiadhassam magamból, hogy mert az szar volt. Hogy ordítozhassunk? Igen. Na, lehetek. Figyelj, akkor szerintem menjünk végig, hogy kinek miért nem tetszett, és hogy fejezte volna be. Szerintem, és akkor ezzel mindent elmondunk. Mindegyik szálon, vagy amelyik szálon szeretnéd, hogy mi az, ami nagyon-nagyon felhárgált, vagy mi az, ami szerinted nagyon el lett rontva. Hát, én még összeszedem magam, kezdjétek. Menjünk át még a izén az utolsó részen, aztán teorikraftoljunk. Jó. Na, utolsó rész. Mi volt? Debrát meglövik. Debra megsérült. Debra nem hal meg még egyből. De azt hiszük, Debra túléli. Lófaszt. Debra lefekszik, aztán kómába esik, aztán vérömlény keretkezik. De várjál, mert ugye közben azért, hogy Dexternek van ez a megint ez a lelki vonulat, hogy a család, nekik most már családja van a Hannával, meg a Harrisonnal, ja, imádja. Hanna meg Harrison egy brandet alapítanak. Annyira imádják egymást, hogy ez nem igaz, ők egy külön képkockákat kaptak, csak ők ketten együtt a buszon, meg ott, meg amott, meg így szeretik egymást, úgy meg szeretik, meg elmennek Harrison a kórházba. Meg Harrison elesik a futópaddal, beüti a fejecskéjét, és véres lesz, és ezért Hanna egyből elszalad vele a kórházba. És nem vágja le a haját, nem színezi be a haját, nem vesz fel egy szemüveget. Egy semmit. Sálat, egy kendőt, egy szemüveget, bármit, anyukám, tényleg csak dobjál magadra, vagy egy, nem tudom. Na mindegy, szóval alapvető butaságok voltak folyamatosan, hogy Argentína, de most kell mennünk, itt van a bíró, meg az LV is engem kerget, 250 000 dollárért, nehogy már nem tudnak annyit odaadni ennek a Palinak, vagy a Debra annyit mondani, hogy amúgy ez a Pali csak a pénz miatt csinálja, adjunk már neki ennyi lóvét, és akkor leszáll rólunk. Kergetik őket, Argentina, nem Argentina, fú a Debra baleset, és hogy akkor maradjunk, de ti ketten utazzatok el, drágáim, majd utánatok megyek, én meg itt maradok Miami-ban, amúgy amikor vihar van meg, nagy hurrikán, ugye, arra is készültünk már két rész óta, hogy a Laura itt van, mint hurrikán. Úgy érdekes volt, hogy ezt a hurrikán pont úgy hívták, mint Dexternek az anyját. Az meg Laura Mosser volt Dexternek az anyja, és most a hurrikán is az volt. Ez jó, ezt én nem kötöttem össze eddig. Én is csak olvastam, így ott nem jutott eszembe helyben, de mindegy, szóval amúgy tényleg anyu pusztított el mindent a végén. Ó, ez jó. Na, szóval ugye hát el kellett menniük a szegény Harrisoniknak, majd Dexter hősködhessen még meg, hogy azért ne kelljen aggódniuk értük, de azért a Saxon is közben megsérült, őt is azért még el kellett mi állatorvoshoz, mert hát hova máshova menne, minden sorozatban amúgy állatorvoshoz mennek az ilyenek. Tehát véletlenül is egy magánorvoshoz, vagy mit tudom én, állat, az kell, az tuti, hogy ért hozzá. Hát de ő nem is ide valósi volt, szóval Miami-ba csak így, szóval ő utazgatott eddig ide, itt volt Miami-ba, és akkor itt kereste fel az anyját, nem tudta, hogy hol vannak a magánorvosok, érted, nem volt neki egy okos telefonja, hogy nem, egy sorozatnyikos okos telefon. 3G lefedettség nincsen Miami-ba, biztosan? Nem lehetett. Mi a véleményetek egyébként arról, hogy anonim Dexter beküldte a Saxonnak a fölvételeit a gyilkosságairól az telefon TV csatornának. Hát. Nem egy okos sorozat, mondjuk. Nem, szóval ez így, majdnem már. De Dexter ilyen hülye, hogy az életben maradt eddig életben? Azt nem értem. És így átmegy hozzá a Debra, menj már el, várom a sorozatgyilkos pajtimat, hogy leboxoljuk. És így, mert ugye ezzel akarta magához csalogatni a Saxont, és akkor átment hozzá, Debra, ez az utolsó napod, Miami-ban ünnepeljünk, és akkor menj el, mert hát akció van, és nagyon jól tudta, hogy a Saxont várja. Ja, nem érdekel, nincs az Isten, hogy lebeszélje arról, hogy én elmenjek, és szépen leülnek kajálni, miközben Dexter várja a sorozatgyilkos cimbijét. De ez mennyire abszurd. Ez az égő lámpánál, tehát azért gondolhatta, hogy addig nem jön be, amíg otthon vannak, és biztos senki nem látta előre, hogy Dexter ott alszik, édes deden, megjelenik a Saxon, és nincs terv.
Dexter megvárja, hogy meghalljon. Nem, berohan a Debra, bazd meg, megmenti. Tehát ez a... annyira lát mindent az ember előre ez a... Nem tudom, tehát így lehet, megnéztek három filmet, és hó, ez tetszett belőle, ezt belevesszük most a Dexterbe. Igen, meg annyira gyerek, szóval annyira gyerek próbálkozások vannak, meg ez a ott maradok beszélgetni, amíg várunk egy sorozatgyilkosra. Miért? Nincs benned életösztön, vagy valami, hogy menj el onnan, és akkor mondjuk egy három órával később dumáltuk, úgyis fel lesz a Dexter, mert épp a vért mossa a kezeiről. Nem ér, akkor tényleg ott akarok maradni. Hát normális ez a nő. És amint izé lelövi, meg elkábítják a izét, esküszöm, szerintem Debra kacsintott. Szóval így lefegyverezik a sorozatgyilkost, ami amúgy régen nagyon-nagyon meghökkentő volt ennek a nőnek, meg megterhelő, így rámosoljuk a Dexterre, jó utat holnap, és így elmegy. Komolyan, akkor mosolyog meg, kacsint. Úram, atyám. A Debra ráérzett az ízére. Nagyon. Igen. Finálé rész, ez egy ilyen gyakorlat, ilyen stílú gyakorlat, hogy nem tudom, minek mondják, arról, hogy kell szart csinálni. Mert igazság szerint az összes másodpercét fel lehet sorolni. Hát amikor megölte végre Saxont, az milyen volt? Bement a izébe, a kihallgatási szobába, és a kamerák szeme láttára leölte a Saxont, kiment onnan, a rendőrök meg, ja, nagyon úgy néz ki, hogy önvédelem volt, menjél. De meg ez is már az, hogy bemegy a kihallgatóba. Igen, úgy, hogy már egy... lelépett elvileg. De nem, várjál, nem, izé még, ami megölte a Saxon, bemegy oda a Dexter, letesz oda egy tollat, egy potenciális gyilkos fegyvert. A Saxonnak nem az az első gondolata, hogy ó, hát azért ezzel nem olyan könnyű ölni, izé egyből halálos státot kell bevinni. Nem, vállon szúrom. Nem nyakombazd meg, nem szembe szúrom. Véletlenül se. Vállon, hogy vissza tudjon támadni. Nem ár. Igen, aztán vérzősebben kisétál a rendőrségről, és senki le nem szarja. Hát az meg a másik, meg hát jó, ez mindenki a sorozatban így van. Sérült válla ugyanúgy emelget mindent, semmi baja nincs, miközben vért kéne húgyozni a fájdalomtól kb. Mikor meg akarja emelni a vállát. Amúgy nem. Jó, mondjuk ezt is el tudjuk nézni, mert egy szuper hír, amúgy a Dexterről mindent, meg túlél mindent, meg tök jó neki minden. Még azt is talán meg tudom bocsájtani, hogy a Joey-ék, ugye Joey meg a Batista, azok imádják ugye a Morganeket, mind a kettőt, és valamiért annyira nagy, főleg a Joey-ban a harag, ugye pont direkt ezért volt ez a kép előtte, hogy meg akarja ő is ölni Saxont, hogy ezért emészthetőbb legyen az, hogy két zsarú, csak egy icipicit kérdez vissza, hogy amúgy te mit csináltál itt? Ja? Aha, nem tudtál aludni, aha, és megölted, aha. Jó, végül is érted, jó, oké, mennyi Argentinába. Szóval... Csak ne felejtsd el először megölni az nővéredet, aki krumpli lett a izébe. Szegény. De még az a másik jelent tényleg a kórházba, szóval az, hogy ugye kicsit visszaugrunk a Saxonnál, ott van az állatorvos. Megállnak a kórház előtt, tele van rendőrökkel, mentősökkel, rengeteg hivatalos szervi emberrel. Senki nem veszi észre, hogy kivágja egy pasinak a nyelvét, kiengedi a kocsiából, és oda küldi az ajtóba. Ja, igen, és az egész kórház, mind a 60 rendőr azzal van elfoglalva, hogy egy ember vérző szájjal megy be, mert nem látnak ilyet ám nap, mint nap, meg sőt rosszabbakat. Nem, az ember úgy, hogy vérzik amúgy a keze, mert ugye még mindig szerintem véres maradt a keze, nem hiszem, hogy lemosta. Egy pisztollyal a kezében, vagy mivel pisztollya volt, ugye? Azt hiszem, ja. Bemegy a kórházba, egy mosolyog, ránéz mindenkire, és így szépen elindul a Debrának a kórházi szobája felé. És így rohadtul senki lesz a szarja, hogy amúgy itt is sorozatgyilkos. Vagy egy pasi csuron véresen és lőfegyvere a kezében. Tehát ez... De nem veszik észre egy pisztolyt, ha hamarabb észrevesznek egy nyelvet az ember szájában, mint egy pisztolyt az ember kezében? Hát jó, hát kiköpte a nyelvét, az azért elég látványos szerintem. Nem azt tették onnan. Csak a vért köpte ki szerintem. A vért köpött. Nem, a nyelve. Mert a nyelve nem volt meg, hát nem volt le, kivágták a nyelvét. Azért nem tudott beszélni. Igen, kivágták a nyelvét, csak vért köpött. Aha. De egyébként ez a nyelv, vérzőnyelves csávó se tudott volna így felemelni a kezét, kinyújtani a mutatóujját, és így rámutatni Saxonra, hogy
Igen. Jó, hát azért szegény elég sokban volt, azt nem várhatod el tőle, hogy ilyen lelki, lélek jelen léte legyen. Dehogy nem, azonnal beköptem volna. Én simán. Utolsó lélegzetével még a támadóját, azt légy szíves. Bárkiben van egy kis, most tudom, hogy bosszú vágy, de azt, hogy igenis az ilyen ember lakoljon meg, amíg van erő, még megmutatom, hogy ő tette. Meg azért önfenntartás céljából is, szóval, hogy már kivágta a nyelvemet, azért valószínűleg nem állt tőle messze, hogy meg is öljön. Igen. Mi lenne, hogyha elkapnátok, mielőtt megteszi? Igen. Vagy mi lenne, valaki más nyelvét is kivágja, nem kémítés, hogy jó lenne. Igen. Tehát ez is így az abszurditás határait súrolta, meg aztán ugye hát most feljutottunk odáig, hogy a búcsú Debrától. Igen. Az majdnem jó jelent voltam úgy szerintem. Igen. Én azért sajnáltam, hogy Debrát így elég megkedveltem. Azt vártam egyébként, hogy azt is elrontják valahogy, mondjuk mit tudom én, megharapja az orrát Debrának, vagy nem tudom, szóval ilyen abszurd hülyeséget beleírni, amit csak a Dexter kitalálói tudjak beleírni egy fináléba, de nem, az szerencsére azért valamennyire normális volt, egészen addig, amíg ott voltak a szobában. Igen, azt azért gyorsan vázoljuk, hogy onnan, hogy elhagytuk a nyelvetlen, káoszos figurát, ugye a Saxon bemegy, Dexter utána fut, már nem is tudom, honnan sejtette, hogy ott lesz a kórházban, mindegy is. A Dexternek ártani akart, aztán a Debrát meg tudta, hol van, megtalálja simán. Ja, na mindegy, és akkor ugye elindult a Debra felé, amúgy ugye tipikusan Murphy, az egész kórház rohadtul üres, mindenki a nyelvetlen csókát nézi, de tényleg 5 emeleten keresztül mindenki ott van, egy rohadt ápoló nincsen sehol, a Saxon besétál, és amikor a Dexter megfog egy villát, jaj, olyan cuki volt, tényleg ez a... Jaj, tényleg... Gyere meg kívlak vacsizni. Igen, megfog egy villát, hogy majd ő hátulról, vagy nem tudom, másik oldalról, meg leszurkálja egy fegy... Biztos látta azért Budapest TV-t, hogy belecsapott a villám a tányérba. Bocsánat. Úgy. És akkor hirtelen előjönnek a Batisztáék, és még mielőtt bárki bármibe bele szúrhatta volna bármiét is, ugye elkapták a Saxont, ez eddig mindig tök jó, itt került be ugye a kihallgató szobába, tök nyugodt, higgadt volt, ez mondjuk tetszett, hogy semmi kiabálás, szépen pszichopata módjára úgy, ahogy annak lennie kell, semmi kiabálás, semmi érzelmek beviszik, és akkor ott van az, hogy Dexter ez nagyon bepipul, és amikor őrizetbe veszik, akkor fogja, és én törvényszéki szakértő vagyok, ugye úgy lenyomat, hogy lőport jöttem venni a Saxontól, és akkor van ez a, hát a Saxon végül is leszúrja a vállát, egyem a szívét, a vállát a Dexternek a tollal, és akkor a tollat utána a Dexter fogja, és addig-addig töfködi le a torkának az oldalába, míg, hát igen. Hát azért mennyire élmes volt már a Dexter, hogy ő nem vára akart szúrni, lehet rájött, hogy amúgy lehet, hogy az nem célra vezető, én túléltem, ő is túl. Igen, lehet, hogy ő jobb volt az OK-est, a gyilkos OK-est a folyamon, jobban odafigyelt az órán, hogy amúgy hogy kell megölni a másikat, mert ugye eddig a Saxonnak nagy szája volt a körfűrészével, úgy könnyű embert ölni, ugye? De egy tollal próbálj meg embert ölni, aztán Dexter leleményesebb volt. Ugye erre a sorozatra már felhoztunk egy egész oktatási rendszert, és szóval lehet, hogy iskolát kéne nyitnunk. Hát mindenképpen. És hát ugye Saxon meghalt, Debra meghalt, és most jön a hattyúdala. Sorozatnak itt ássa meg végképp a sírját. Ezzel is nagyon elkezdtem nevetni, ugye Debra halott, és senki nem kérdezi meg amúgy a Dextert, aki semmilyen mentős cuccban nincs rajta, meg semmilyen egészségügyi ruha, kitol egyszerűen egy letakart mi az hordágyat, senki nem kérdezi meg tőle. Ott van a hajójával megállott a kórháznak a kiktőjébe, ami ugye állandó jellege fönn van tartva, tehát ott nem lehet bánni, meg általában szokott is lenni minden szar. Igen. Nem baj, kitolja, fölrakja, elviszi, tényleg nem szólt senki. A hurikánba. Ez amúgy igen, ez amúgy, bocsi, hogy ez amúgy egy mondattal már erre utaltak, még tenni egy része ezelőtt, vagy a része elején, hogy ugye a hurrikán miatt ugye mindenki eszeveszetten el lesz foglalva, meg tök mással fognak foglalkozni, meg káosz lesz,
akkor lesz egy kis esély arra, hogy észrevétlenül ugye a Hannával elhagyják az országot. Hát és akkor szerintem erre appelláltak, hogy akkora káosz van, hogy rohadtul senki nem fogra észrevenni azt, hogy egy hullát tolsz ki onnan, és beteszed a hajódba, és kihajózol bele a hurrikán közepére. Rohadtul senki nem fog rád nézni, hát persze. Erre szerettek volna szerintem. Mert appellálni. Ezt a jó Istenek is így akarták, ugye? Igen. Tehát ez igen. Semmi. Na valaki visszanézi azt a részt egyébként még, amikor ott kimegy a dokhoz, meg viszi le a hajóhoz, akkor ott lehet a háttérben látni, hogy ott a hatalmas hurikán, meg a pálmafákat azt így viszi a szél, de az óceán az feszített víztükrű. Igen, és amúgy a lepedő sem esik le a Debráról. A pálmafát kiszakítja, de a lepedő nem csúszik le a Debráról. De még annyira se, hogy amikor kint tartja, ugye hát így a magaslatokban a Dexter, akkor se. Tehát még le se esik a homlokzatáról. A homlokáról. Jó, elég nagy feje volt, az tény. Ahogy tényleg. Elég lófejű volt, szegény. Hát, ilyen pénztárgép fejű, de jó, mindegy, ez nem pontos. Szóval kimegy a vízre, és hát még egyszer érzék egy búcsú. De várjál, még az utolsó vízre előtt ne felejtsük már el, hogy ugye a zseniális Hannah McKay és a még zseniálisabb Harrison azok úgy menekültek el, hogy fölültek egy buszra, ahol az elvény ott ült mellettük. És amúgy nem vették észre, igen, hogy oda ment. Igen. És leültek, elindult a busz, és az elvény mondta, hogy megtalálta, és hogy akkor most már el fogja vinni a mit tudom én hova, és a Harrison meg beadják majd a gyerekvédelemhez, és akkor most egy 3 órás buszutazásba fogunk részt venni, nem állítjuk meg a buszt, hogy itt egy kibaszott sorozatgyilkos, akit éppen le akarok tartóztatni. Nem, 3 órás buszutazás alatt, mit tudom én, elvé elkezd megoldani, mit tudom én, ilyen puzzle-öket, keresztre. Nem, addig fogja a kezét, vagy mi volt, hogy megfogta a kezét, emlékeztek? Igen. Az vicces lett volna, hogy 3 órán keresztül így fogja a kezét, nehogy elvettem. Hát az romantikus lett volna mindenképpen. És de, ott természetesen volt Hannah McKaynél még egy lónyugtató. Mert Dexter adta neki, tudod, így van, ja, akinek igaz. Dédalont adnak a buszra, hogy ne hányjon őnek meg lónyugtatót. Cseréltek, hogy amikor ő beadta Vogelnek, akkor így cseréltek. Na, szívicske, adja már ide egy itét, ilyen kérgetébe. A csodagyerek Harrison ebből semmit nem vett észre. Oh, és senki más se a buszon. Nézelőd. Igen, és senki más se. De nem veszik észre, hogy átnyúl oda egy tűvel, beleszúrja, elveszi, a pasi elalszik. A termoszpohárral. Hát nem egyértelmű, hogy a termoszpohár mindent eltakar? Nem, neked nem volt egyértelmű, hogy a termoszpohár mindent eltakar? Komolyan. Én túl ostoba vagyok ez a sorozathoz hallom. Ezt a zsenialitást én nem tudom felfogni. Nem volt neked gyerek sorozatgyilkos ölő szobád? Hát nem. Rohadt életben, majd mindjárt számon is kérem így az itthoniakat. Tehát ez nem. Jó. Most már mehetünk a fináléhoz végre? Igen! Ez az! Bedobjuk Debrát a vízbe. Még egyszer érzékeny búcsút veszünk tőle. Nem volt egyszer elég, még egyszer bedobjuk. Aztán Dexter így megint rohadt öntudatosan, de én mindenkinek ártok a környezetemben, de senkinek nem jó, hogyha ott vagyok, jobb lesz a világ nélkülem, ég veled konok világ, és kész, behajózik a izébe. Elfelejtesz valamit. Amikor a hurikán alatt, mit tudom én, hány kilométerre a parttól fogja, és felhívja Harrisont egy utolsó telefonhívásra, mert ott van térerő az iPhone-nal, vagy nem tudom mi volt a kezébe, és utána vesz búcsút. De mindenkinek mondta, hogy de apu mindjárt jön, de apu nagyon szeret, tehát még így tényleg, mint valami kibaszott családi filmet néztünk volna, hallott. Tehát ez a... Nem. Igen, ez egy kicsit fura volt. Én amúgy először kedveltem a gondolatot, hogy lehet, hogy amellett, hogy ő egy ilyen pszichopata sorozatgyilkos, és tuti, hogy nem hagyta volna abba Argentinában sem. De van egy kis családja, akit tud szeretni. Szóval én láttam benne fantáziát, hogy na, végre mi is, amúgy mi nagyon szeretjük Dextert, ő is tud szeretni valakit, de mellette gyilkolászik, mert ugye gyilkolásznia kell, ezt ő éreztette Hannával is, hogy előbb szexon, aztán te, ez tök jó volt. De a végére már, jaj, szívecském, meg apuci, meg ide mennek, oda mennek, meg jaj, ő itt apukám, ő itt anyu, ő meg itt az anyukám, és így, nem már, ez itt túl sok.
Csoda, hogy nem kezdetted Dexter a végén nézegetni egy plüss macit, vagy azt a kutyust, vagy mi a szart emlegettél, te igen, korábban a véres igen kutyust. Tehát ez a... Ja, Istenem, aztán elhajózunk a naplementébe, persze a napot nem láttuk. Igen. Aztán következő snit, Hanna ott ül Argentínában, és hogy izé hírekben Dexter meghalt, és szegény szomorú, de amit nem baj. Amit iPad-en olvas, nem tudom, figyelj. Ja, persze iPad-en, kurva, hogy izé Apple reklám volt az egész sorozat, tehát mindenkinek iPhone-ja volt az égvilágon. És mindenkinek Apple gépe. Igen. Ja, persze, meg az a, még a csengő hangot sem váltották le, tényleg az a, az, az alapértelmezett ebből. Igen, mindenkinek. És hát, hát ezt látjuk, hogy amúgy teljesen oké, okay, hogy egy mániákus mérgező sorozatgyilkosnál van a gyerek, mert hogy ő meg tudja adni neki a hátteret, meg hogy és gondoskodni fog róla. Senki nem fogja keresni a Harrison, miután megtalálták ugye a hajóroncsokat a Dexternek a hajójából. A Harrisonra mindenki úgy is majd kakilni fog, hogy vajon hol lehet ez a gyerek. Hát a Debra igen, meghalt a... Betette magát. A Debra eltűnt a kórházból, a Dexternek a hajója roncsok, a gyerek vajon hol lehet, se a Batistának, se a Joynak, se a Jamie-nek nem esik le, vagy nem fogja keresni. Nem már. Egyszerre eltűnt mindenki. Aztán hát a zseniális záróképsor. Felvezethetem? Mi? A záróképsort felvezethetem én? Légy szíves, Sirin. Miután mindez megtörtént, Dexter Wayne visszatért a halálból, és mint Wolverine folytatta a tevékenységeit a fafarmon, vagy nem tudom azt minek hívják, favágóban. Hát igen, igen, igen. Fatelepen. Igen. Tehát ez nekem is amúgy az izé jutott eszembe. Ilyen farkas izét felvett, áruhát, ez a leszbikus flanelinget, egy ilyen körszakállat, és így ő volt a favágók favágója. Oh. Tehát elment fogpiszkálót gyártani, tényleg kurva hasznos sorozatgyilkos, és de hát nekem is amúgy tényleg a sötét lovag jutott eszembe így a felemelkedés, hogy tényleg dettó ugyanaz, mindenki azt hiszi, hogy halott, de ő elment boldogan élni, amíg meg nem hal, és beül a kabinba, vagy a kunyhóba, és így lefelé néz, aztán így ez a kis ragadozó tekintettel így vissza a kamerába. Ez a gonosz, így... még azért megmutatom, hogy hiába vágok fák, még a gonosz bennem van. Yeah! Hát ja, nem éli ki magát azzal, hogy fákat gyilkol, hanem hát... még embereket is szeret. Hát, tudja, hogy jó, hogy nem csináltak egy olyat, hogy így fát ültet minden egyes elásott holtestre, hogy ne vegyék észre. Ja, Istenem, komolyan a következő képen már azt vártam, hogy a hét törpével együtt indul dolgozni, tehát annyira abszurd volt. Hey ho! Szétán. És Hanna még bedalolja magát oda a kis állatokkal, meg Harrisonnal. Igen, tovább. Azt meg egyébként kivel küldenéd el a gyerekedet élete végéig élni, mint egy másik sorozatgyilkossal? Hát egyértelmű. Ugye pont te nem azért nem akarsz vele lenni, mert tönkre teszed, mert te egy sorozatgyilkos vagy. Igen, jó mondjuk Hanna, nem, ugye nem, jó, fura volt ez a nő is, de hogy ő vigyázott volna rá, persze, de ez nem áll. Tehát az elég megkérdőjelezhető morális képe van annak a lánynak is. Két évadon. Gyereknek ilyenre van szüksége. Tehát még inkább hagytam volna a Debrára, mert oké, hogy mocskos pofájú, meg minden, meg nagyszájú, de azért az csak... A Jamie-re, aki vigyázott rá egész kicsi korától. Hát vagy arra. Tehát így nem kell értelmesen gondolkodni, mert minek? Nem osztály része már az íróknak ez. Nem, mert Harrison meg Hannah-t azt megpróbálták annyira összekötni, mert hogy egy évadon vagy fél évadon keresztül biztos, hogy olyan anya-fia szál fog köztük kialakulni, amit muszáj végigcsinálni. Hát persze. Ha. Tehát így most megtapsoltam volna őket, de így egyszerűen így nem, még az se. Nagyon szomorú volt ez nagyon, hogy ide kellett eljutni a Dexternek. Tényleg erre. Erre volt nekünk szükségünk. Nem. Ezzel nullázták is az egész karakterfejlődését, amit próbáltak neki összehozni, hogy ember lesz, meg mit tudom én. Azt is nullázták. Mindent. Nullázták azt is, hogy sose kapják el. Minden nulláztak, csak lezárták a sorozatot. Ja, csak Hanna szerzett magának egy gyereket, és kész. Igen. Tehát így ennyire át lehetne írni az egész sorozatot Hannára. És Harrisonra. Ja, hogy igen. Szerzett egy gyereket Hanna Mekké, miután sorozatgyilkos volt. H&H, tehát így ez lenne így a... Az milyen kemény sorozat lenne, hogyha mindent Hanna Mekkének a szemszögéből látnánk, és az egésznek az lenne a kimenete, hogy szerez egy gyereket. És akkor ilyen abszurd hülyeség, hogy egy másik sorozatgyilkossal összehaverkodik, akit meg
megölik a testvérét, és emiatt meg ő meg belevezeti a hajót a hurikánba. Ja igen, és még ő közben börtönbe is kerül, még egy börtön szökés sztorit is ki lehet hozni belőle. Oh. Hát, de hogy ezt így el... Csináljátok meg a magyar változatát, Hannah McKay. És mondjuk hát akkor... már fel van nőve, és visszaemlékszik, hogy jaj, és akkor így jártam az apátokkal. Mondja, hogy amúgy így ismerkedett meg. Így jöltem apátokkal, igen. Igen. Tehát, jaj Istenem. És milyen befejezést, tuti, hogy nektek is eszetekbe jutott azért az már, hogy hogy lehetett volna ezt megcsinálni. Én mondjuk, én arra számítottam, vagy én azt szerettem volna, hogy kiderül, Dextert elkapják, halálsorra kerül, és akkor így az utolsó részre így egy ilyen kis kamaradrámát kihozni belőle, hogy így minden egyes szereplő így bejön hozzá, és beszél vele egy pár percet. És a végén mondjuk beszél a gyerekkel, és utána bekötik a villamos székre, és mondja, hogy de hát azért élveztem az egészet. Ha. Te nem olvastad véletlen az alternatív befejezést, amit az eredeti során elírt? Nem. Mert az pontosan ugyanez. Ja, igen, egy ilyet, de hogy nem beszélnek igen. az emberekkel, hanem azok ugye kintről nézik, és azt hiszem, hogy a fotójukat, ahogy ő is gyilkolt, valami ilyesmit olvastam, bár javíts ki, hogyha nem, lett, hogy a fotójuk lett volna. Hogy ugye látod, hogy Dexter így felébred, és egy pillanatig tudod azt hiszed, hogy az egészet álmodta, de aztán kizummol a kamera, és az elektromos székben ül, és ugye kívül, ahol így ülnek a hozzátartozók, ott ülne az összes mindenki, akit megölt. Igen. Jó, hogy mindenki, akit megölt? Igen. Aha. Nincsen akkor a nézőtér ott hallott, hogy de mindenki beférje. De jó, hát a fontosabbak, érted? Ja. Azért spirituális visszatérésnél azok, akik nem voltak olyan fontosak, azokat elhesegették. Igen, és akkor úgy magyarázta a Csóka, aki mondta, hogy ez olyan, mint amikor az embernek lepörög az élete igen. előtte. És ez egy tök jó befejezés lett volna. Hogy ugye elkapják meg minden, és akkor a villamosszékkel kivégzik. Most átazok egy másik sorozatot, hallod? A született feleségeknek volt dettó ugyanez a vége. Egyik őtök se nézte. Dehogy is nem. Én nem. Ennek volt ugyanez. De mi volt ott a vég? Most lehet, hát tudom, ott az utcán. Elektromos székben. Voltak. Jaj, igen. Hogy melyiket ölték meg az elektromos székbe a született feleségek közül? Azt nem vágom, oda egy villamos szék nem volt. Nem, csak ott volt még egy ilyesmi. Soha így végigmentek a kamerán, és mint hogy mindenki beleintegetett volna, vagy mi volt? Hát így mentek így az utcán, és minden volt lakó, vagy fontosabb szereplő, az így integetett. Ja. És aztán így, az szerintem tök érdekes volt, és tényleg akkor dettó ugyanez volt kb. De várj, te végignézted a 8 évad az a született feleségekből. Én? Ja. Nem röhög, hallod? Nem, én is végignéztem. Csak... Na. Teljesen jó. Most így minden hitelemet elvesztettem a férfi hallgatók között, de jó. Tényleg. Hogy imádtam nagyon, de én így pörgetve, egy darában néztem végig, hogy... Na akkor majd arról is gyártunk egy kibeszélőt. Benne vagyok. Sok sikert. Siri, nem jössz? Mindig is tudtam, hogy jó humorod van, Gergő. Hát hallod, figyelj most, hogyha naponta nem nézel 5 résznél többet, akkor nem nő vaginád a végére, szóval amúgy így teljesen. Jó, a határ, mert ha 6-ot nézel, akkor már így valami... Akkor már visszaszállnak a... Ezt találtatod magad? Aha, ja. Hazugságban éled az életedet, Gergő. Á, majd lehet, hogy 70 évesen rádöbbenek, de addig még élvezem a született feleségeket. De jó, elkalandoztunk megint a Dextertől, a favágó úrtól. Szóval a fakopáns Dexter így... Akkor megegyeztetünk, hogy ez a befejezés az ideális lett volna a villamosszék, vagy ti megkegyelmeztetek volna neki? Nem maradhat életbe, Dexter. Én úgy képzeltem volna egyébként, hogy így rendesen fel lett volna építve, ezt egyébként olvastam, de nagyon megtetszett, hogy ugye a végén Batista buktatta volna le, hogy miután ugye meghal Legverta, ugye aki a szerelme volt, meg mit tudom én, utána nem úgy van, hogy ja, meghalt. Oké. Igen. Menjünk tovább. Hanem tényleg elkezdett volna beleáskálódni, hogy mit csinált Legverta, hogy meghalt, miért hozta ki a börtönből a csávót, mi köze van ennek kihez, akkor rájön ugye, hogy ugyanarra, ami Legverta, hogy Dexternek a anyja, ugye az ki volt, ugye azt megölte. De ugye, bocsi, igen, mondja csak.
Nem csak ugye ezt a Debra volt ugye az, aki végül is bebizonyította azt, hogy LaGuardia hülye volt, hogy tök fars bizonyítékokon keresztül ment, és hogy tök nem volt igaz ahhoz, hogy ő kitalálta ki a mészáros. Ezt valakinek bizonyította, és azt a Matthewsnak ugye bizonyította, igen. És akkor meg ugye a nagy dráma, meg sírás közepette nem nagyon akartak abba áskálódni, hogy most akkor LaGuardia volt a hülye, vagy nem, szóval, hogy a saját hibájából halt meg, vagy megölték, senki nem akart ezzel foglalkozni, mert akkora szívfájdalom volt mindenkinek, hogy elmegy. Na jó, de én a Batista nem úgy képzeltem volna el, hogy neki nem lett volna elég az, hogy mások ezt mondják, hanem magának rá kellett volna jönnie, és akkor így jött volna rá arra, hogy valójában kicsoda Dexter, és mit tudom én, az utolsó részben akár, amikor már minden információt összegyűjtött, és mondjuk bevonta volna már Quint is, aki sejtette korábban, ezért ugrott volna az ötletre, igen. És egy ilyen magánnyomozást csináltak volna, és az utolsó részben bekerítenék Dextert, aki már nem tud hova menekülni, és így megadja magát, és akkor utána jöhetett volna a kivégzős. Tehát ebben nem egyetértünk, hogy Dexter nem maradhatott volna életbe sem. Nem illett volna. Most ez, hogy oké, hogy életben marad, de hogy most, hogy boldogan él, még meg nem hal, vagy hogy marad ő életben? Koktélozgat, szóval, Argentínában. Igen, gyönyörű. Meg nem csak az, hogy nem marad életben, hanem ki kellett volna derülnie. Szóval az zavart engem, hogy senki se jött rá kb. Csak LaGuardia meg Deb. És hogy amúgy tényleg ennek a függvényében érdemes összehasonlítani a Dexterrel szerint. Igen. Vagy mi a Breaking Bad-tel ezt a sorozatot, vagy ezt a lezárást. Tehát, hogy itt ott azt láttuk, ami kellett volna, itt meg azt, amire nem volt szükség. És ez így nagyon, nagyon érdekes volt. Hát igen, de sok sorozat így van, szóval, hogy nem tudom, néztétek a Rejtőit például. A Fringet? Nem. Fú, hát kár, potoljatok be. De hogy ott is egy olyan epikus lezárás volt, kinyírták a főszereplőt, mégsem nyírták ki, és ilyen gyönyörűen keretbe bezárták a történetet, hogy ezt így kell csinálni. Most de tényleg akár a Breaking Bad, akár melyiket mondom, most ez egy szar volt, ennyire csalódás szerintem még egy sorozat nem okozott nekem. Nem hiszem, hogy valakinek tetszett volna. Tessék? Nem hiszem, hogy valakinek tetszett volna egyáltalán. Szerintem nincs olyan ember. Én azt nem tudom elhinni, hogy ott az írók erre azt mondták, hogy na, ez jó lesz. Igen. Súpa jó lesz. Voltak erre rábólintott, hogy oké, menjen ki. Adás. Tényleg egy tévésorozat. Most sem gondolkodott el, hogy ezen lehet, hogy kirúgnak, hogyha ezt most adom, vagy meg fognak lincselni az emberek. De érted, minimum elküldöm tovább képzésre, vagy még egy OK-ésre. Még egy OK-ésre, igen. Hogy ez tényleg tévésorozat azért rohadt macerás készíteni, azért tényleg rengeteg kézen átmegy egy történet, egy ötlet, és egyszerűen itt most vagy ilyen meglepinek szánták, még a csatornának is, vagy ott mindenki marha. Vagy csak nagyon ki akarták rugatni már magukat amúgy szerintem, de tényleg ez direkt, vagy véletlen ilyen szart összehozni, ami amúgy ott volt éveken keresztül egy tök jó alapanyag, amiből lehetett volna dolgozni. Könyörgöm, akkor nézzék újra a részeket, vagy üljenek le az előző íróval, vagy ki volt ez beszélni, hogy figyelj már, te hogy tervezted, vagy akármi, mert ez így működött eddig. De hogy a statisztikákból amúgy lehetett látni, hogy egyre kevesebben nézik a 8. évadot, kevesebb, mint 2 millióan nézték, vagy hogy volt, vagy ja, valahogy így egyre kevesebben nézték. Hogy nem esett le senkinek ott a tantusz, hogy valamit szarul csinálunk. Nem tudom elhinni. Tehát így nem. Az, hogy tényleg így nem. Nagyon, nagyon hülyén álltak hozzá, pedig azért a Dexter azért, mondhatjuk, hogy azért majdnem elért egy kulcs státuszt. Csak így ezzel így lerombolták. Tehát így ajánlom kell valakinek, így mondom, nézd meg az első 4 évadot, aztán szia, többivel nem érdemes. Mert az egyetlen logikus dolog, amit így el tudok képzelni, hogy miért lett ez a befejezés, hogy a írók, meg a mindenki, aki dolgozott a sorozaton, az nagyon dühös lett, hogy lezárták, hogy ez lesz az utolsó évaduk, és ezért így oda mutattak egyet a csatornának, hogy nem fogtok tudni eladni a DVD-ket ezután. És ennyi. Nem hiszem, szerintem ők már nagyon rég tudhatták, szerintem már egy évvel ezelőtt, vagy több, hogy ez ennyi lesz. Persze, de hát akkor is ez az egyetlen dolog, amit fel tud hozni esetleg mellettük. Hogy hát, hogy nagyon be voltak szívva, vagy igen. Nem tudom.
semmi érdemleges magyarázat nincs erre. Vagy mondom, ki akarták magukat rugatni, de hogy ennyire elszúrni egy olyan felépített tényleg kultúr, szubkulturális dolgot, mert e köré annyi rajongó, meg annyi ilyen dolog társult, annyian szerették, meg egy olyan kis kultúra épült a Dexter köré. Elkezdtük újra a pszichopatákat megszeretni, bejött a Hannibal. Egy tök jó alapkövet adott ennek az egész sorozatgyilkosos, meg pszichopatás sorozatoknak. És hát ja, ugye elszúrták, ahogy ezt lehetett. Pedig tényleg minden benne volt, és meg is csinálták benne így addig, ameddig bírták, aztán hát elfogyott. De végül is itt mondjuk nézhetjük úgy, hogy nem fog hiányozni azért, mert ilyen béna vége lett, így én már nem akarok ebből többet látni. Yeah. Tehát így is abba lehet hagyni. Igen. Hogy már annyira szar lett, hogy már nem fog hiányozni többet. Most nem. Szóval hát mindegy, kesergünk ezen még itt hárman, meg majd a kedves kommentelők is fognak. Majd az a baj, a dominók már ott voltak, le voltak rakva, csak fel kellett volna őket borítani az utolsó évadba. Igen. Hogy kijöjjön a végkifejlett rem helyettel, nem tudom. Helyett meg behívtak egy gyereket, aki még duplóval elkezdett építeni ezt a homokvárat, vagy nem igen. tudom. Tehát ilyen nagyon... Duplóval egy homokvárat. Szépen felszeregeti az izét, a dominót, és csinált belőle egy ilyen izét, egy dzsengát, és azt így felborította. Semminek semmi értelme nem volt a végén. Na. Igen, jó. De nem is érdemes erre többet sohajtozni, mert szerintem meg ezt 3 órán keresztül mondhatnánk, hogy... Nem, tényleg felhúzom már magam rajta, aztán nem jó magas vérnyomás. Igen. Na, még el akartok valamit mondani vele kapcsolatban? Igen, egy dolgot hadd mondjak még innen gyorsan, hogy amit legelőször, mikor így ugye beszéltünk erről, hogy lesz majd egy ilyen Dexteres kibeszélés, így akkor gyorsan megnéztem az utolsó részeket, meg így bele-bele nézegettem az előző részekbe, és szépen kitettem magam elé egy papírt, hogy majd akkor így felírom a kis okos gondolataimat. Egyetlen egy mondatot írtam föl amúgy 3 nap alatt, és mégpedig ez található a kis papíromon, a leghosszabb intro ever. Ja. És konkrétan 1,5 perces az intrója. Én imádom az intróját. Így imádom, szóval amikor vizsgamunkáimat csináltam az iskolába, ilyen hanganyagaimat, akkor én is ezt az intrót vágtam be magamnak, de csak egy 30 másodpercet, nem tudom, csináltam 1,5 perceset, de ezek is zene, imádom, végigkísért az éveken keresztül, ez volt a csengő hangom, nagyon szerettem. De most jöttem rá, hogy konkrétan ki tudok menni az intró alatt, töltök magamnak egy üdítőt, talán még meg is kenek magamnak gyorsan egy kis szendvicset, és beérek még az elejére. Úgyhogy nem pörgetek bele, vagy nem állítok bele, hogy na igen, ez hiányozni fog, ez a kis ez intrót nagyon imádtam végig. Ez nagyon, nagyon jól össze volt rakva, mert így nagyon szép volt az egész, hogy belevezette ezekkel a nagyon szép közeli beállításokkal, hogy az erőszak már a reggeli rutinban is benne van. Abszurd volt és szép. Igen. Tehát tényleg, hogy ott nyomja szét a vérnarancsot, meg fűzi be a cipőfűzőt, meg borotfálkozik, megvágja magát, meg csüti a sonkát. Tehát ezek mind ilyen nagyon közeli, és ilyen nagyon erőszakos, durvának tűnt az egész. Igen, igen. Nagyon, nagyon, és akkor nagyon a végén szépen. Ott mosolyogva feldobja a kis kulcsát, és így kacsintva, vagy nem tudom, így mosolyogva, így kimegy a lakásból. Na pont ilyen mosoly volt amúgy az utolsó snitben, amúgy szerintem ez a nagyon igen. Beszél. Igen, igen, igen. De nem adta már vissza. Ott nem adta már vissza. De picit mosolygott szerintem, csak nem adta már vissza azt a én vagyok a sorozatgyilkos Dextert. Én a favágó. Igen. A favágó Dextert adta vissza. Jaj. De tényleg azért az emlékezetes. Majd tényleg nagyon szeretem az intróját. Tényleg ennyire jó intrója talán mi az American Horror Story-nak van talán. Másnak nem nagyon tudok mondani. Ennyire királyat. Nem. Azt nem tudom. Sirin, még valami? Hát, ennyi. Hát azért csak 141 percen keresztül elkészítettük a sorozatot. Lesz mit hallgatni majd a kedves hallgatóknak, nem tudom, hogy mondani. Akkor lezárhatjuk? Igen, szerintem igen. Akkor a Dexternek. Igen. Búcsúzzunk a Dextertől, és búcsúzzunk mi is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és hogy hallgathatok minket. Én Gergő voltam, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.